Itt vagyunk megint a Sziasztok és akit azért nem mutattam be múltkor, mert én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy mi kik vagyunk, hogy ki vagyok én, hogy ki Alex, hanem az a lényeg, hogy mit fogunk mondani. Mi csak a tartalomra koncentrálunk, ami mi személyünk egyáltalán nem fontos, és egyáltalán nem akarunk személyi kultuszt építeni magunk köré. Viszont azt nagyon érdemes tudni Alexről, hogy mit tett le az asztalra. Ugyanis Magyarország úgy gondolom, hogy legszínvonalasabb filmes podcastjét, a Vágatlan verziót, amit ha eddig valaki nem ismert volna, akkor nagyon-nagyon tudom nekik ajánlani, a leírásba be is teszem a linket, hogy hol lehet elérni őket. Köszönjük szépen. Na, és akkor térjünk is rá a témánkra, ami az lesz, ami engem nagyon régóta érdekel, hogy az amerikai Egyesült Államokból hogyan is néz ki Magyarország. Az, hogy az amerikai keresztény konzervatív kurzus hogy látja a magyar kormány működését, és miért tartja ezt egy ilyen ö, európai Texasnak, egy ilyen ö, mennyországnak, ahol még a klasszikus konzervatív értékek ugye élnek. És ezt Dave Rubinnak a két riportján keresztül fogjuk megnézni, az egyiket Orbán Balázsral készítette, a másikat pedig Rod Dreherrel aki egy nagyon-nagyon fontos konzervatív kolumnista az Egyesült Államokból, a munkásságát már ki fogjuk bontani, Orbán Balást pedig ugye mindenki ismeri itthon Magyarországon. Nem összekeverendő Orbán Viktorral, ahogy azt egy amerikai kommentelő tette. Igen, ebből is látszik, hogy a, az Amerika Egyesült Államokból mennyire összemosható dolgok ezek, hogy ki a... Mi a, mi a Orbán Balázsnak? Én ezt mindig elfelejtem. Ja, fogalmam sincs. <laughs> Ez a... nem, nem tudom elnöki igazgató tanácsnak az elnöke, az egyik kis Machiavelli, ugye Orbán Viktornak Békés Márton, G. Fodor Gábor és Habony Árpád, meg a nem tudom, a Demeter Szilárd mellett. Ezek hmm. a nagyon fontos erővonalai ugye az Orbáni ideológiának, és ennek a talán legfőbb megtestesítője Orbán Balázs, akivel az Amerikai Egyesült Államok Intellectual Dark Webnek az egyik prominens alakja, Dave Rubin készített egy interjút, és aki nem tudja, hogy mi ez az Intellectual Dark Web, akkor annyit érdemes erről tudni, hogy az Egyesült Államok fősodratú médiájából kirekesztett ilyen, gyakorlatilag én úgy mondanám, hogy ezek a kiábrándult ő, demokrata értelmiségiek, akik a, a, az Egyesült Államok médiájában nem találták meg a helyüket, valamiért nem illeszkedtek be a kurzusnak a kívánalmaiba, és ezért egy ilyen kurzuson kívül értelmiségi kört alapítottak, ebbe ugye beletartozik Dave Rubin, Sam Harris, Jordan Peterson, Eric Weinstein, Shapiro? Ben, ben Shapiro, Shapiro. Igen. Egyesek ide sorolják Joe Rogent is, akit egyébként hmm. intellektuális embernek nehezen lehet nevezni, de hát az Egyesült Államokban ő még így talán megállja magát, mint értelmiségi, bár sokan a férfi óprának nevezik, ami szerintem oh. egy sokkal pontosabb leírás. A fehér férfi ópra, igen, igen férfi, működik, működik. Abszolút ah, szerintem, ah, ah. Igen. Nekem ez az egész téma először, amikor így nagyon, nagyon akutan megütött, én nagyon kedveltem Peter a munkásságát, szerintem ez így nem titok, meg szerintem ez nem egy rossz dolog feltétlenül. Én abszolút azt gondolom, hogy ő tök értékes dolgokat is csinált, mielőtt... mielőtt Megbo uh, mondjam, megborult az elmény. Megborult, egy, egy reakciós jobboldali lett, így teljesen betolták ebbe a, ebbe a és ő nagyon lubickol ebben, és igazából egy ilyen social media függő öregember, aki, aki, hát, nagyon furcsa egyébként a mostani Twitter bejegyzései, már nagyon, tényleg ilyen nagyon korai demencia jelek nekem az, hogy elkezdte ilyen furán tördelni a tweetjeit, ezt így megvan, hogy, Nem. hogy így, mondjuk írj egy hogy, hogy I can't believe this, I can't, sortor és believe nagy B-vel, this. Tehát, hogy ilyen nem, 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 úgy, nem úgy megy nem, ez a nem dolog. Nem méltó egyetemi tanárhoz? Hát, most így is fogalmazhatnánk, de most ez ki tudja, mit jelent. De inkább azt akarom mondani, hogy, hogy egyszer itt volt a Brain Baron 2018-ban, talán, igen, olyasmi, és akkor én még nagy lelkes Rajongó. Én is, én is, is ott, voltam. Én is ott no. voltam. Wow, hát ez összefutnak kb. A... Kb. kb. én ott ábrándultam igen, ki belőle. Igen. Az volt az az előadás, amin látszott, hogy ő mentálisan mennyire meg van törve, és ezért is nagyon érdekes szerintem ez a téma, amiről beszélni fogunk. Számomra azért, mert ő egy olyan értelmiségi, akinek a munkásságával tisztában vagyok. Uh -huh. Tudom, hogy mit gondol a totalitárius eszmékről, az elnyomásról, a történelmi kontextusban a holokausztról, meg a gulágról. Igen és ennek viszonylatában milyen az, amikor a Karmelitában fent Orbán Viktorral pacsizik, miért? Azért, mert a vók mentén ők tudják egyesíteni az mm. erejüket, és egyébként Dave Rubin kapcsán is ezért mm. érdekes, hogy ő miért jött el ide, mit lát ő az Egyesült Államokból, Magyarországból, és hogy milyen gondolatokkal ő távozott innen. És nekem ez volt a legakuttabb élményem, tényleg, hogy a Petersonot annyi hülyeséget tudott mondani arról, hogy így hogy, így, hogy mi Magyarország, vagy hogy mi, mi a jelentősége itt ebben a keleti blogban, és így azt éreztem, hogy tényleg egyszerűen nem, nem lehet megérteni, hogyha ennyire nyugatról jössz. Nem 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 tudod átlátni azt, ami itt történik, mert egy nagyon nagy felszín az, amit, vagy egy nagyon, ö, nagyon a felszín az, amit és itt majd tényleg beszélünk arról, hogy a Rodriher az itt élt, mit tudom én mennyi ideig, de hát hol, hát most érted, az amerikai kőgazdag expat. Na igen, igen, pontosan. Na jó. Én viszonylag sok történelemről, szóló tanulmányt, könyvet, vagy politológiai kötetet olvasok, és nagyon érdekes, hogy ők Magyarországot, hogy is látják, és ugye ezen az egyesült államok szemüvegen keresztül meglehetősen pontatlanul, és azt vettem észre, hogy azok látják nagyon jól Magyarországot, akik mondjuk Kelet-Európa történelmével sokat foglalkoztak, például Stephen Kotkin, aki ugye Stalin életrajzát írja, Fiona Hill, aki Oroszország kutató, Robert Kégen és ezek a figurák, akik Kelet-Európa történelmével tisztában vannak, és ők tudják nagyon jól megfogni azt, hogy miről is szól ez a kelet-európaiság, és ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ilyen európai nézőpontból tudják úgy nézni, hogy ők teljes értékű Egyesült Államok beli polgárok is. Hát van ennek egy sajátos ilyen íze. Én mindig azt szoktam hozni példának, hogy nem véletlen, hogy Kelet-Európából jött ki a, a Franz Kafka, hogy innen jött ki a, a, a Rabál, e, tehát, hogy azok az ilyen Bohumil Rabál, azok a, az ilyen szerzők, akik ilyen teljesen szatirikusan és ilyen, ilyen elképesztően abszurd módon látják a világot, hogy nyilván azért, mert egy olyan környezetben szocializálódtak, ahol teljesen abszurd dolgok megtörténhetnek. Szerintem ez teljesen jellemző erre a kelet-európai blokkra, és ilyen szempontból nem lehet nem lehet ezt úgy értelmezni önmagában. Tehát ez egy másfajta tudatállapot szükséges. Azt szokták mondani, hogy az álom, mikor álmodsz, akkor ugye azt a felébredés után már nem tudod értelmezni, mert nem logikus. Kicsit nekem ilyen kelet-európai sajátos logikánk van, egy ilyen kelet-európai álom, ez lehetne egy filmcím is akár. Igen, és sokan szokták mondani, hogy az Egyesült Államok beli demokraták és az európai baloldal gyakorlatilag több közös ponttal rendelkezik, és a republikánus Egyesült Államok beliek, és az európai jobboldaliak között is ö, több hasonlóság van, mint a saját országuk belüli ellentétes politikai nézettel rendelkezők, de szerintem ez egy nagy bullshit, hmm. vagy legalábbis csak a felszínen igaz. Ez, ez, ez azért van, mert egy ilyen öngyarmatosító politikai gesztus az egész, tehát hogy amikor a Dobrev Klára azt mondja, ez most tök friss a partizánon, hogy mi vagyunk a szociáldemokrata párt, és így ki tudja ezt komolyan venni, tehát hogy nyilván a úgy. A, úgy akar tűnni ő, mint egy ilyen itteni Hillary Clinton, vagy legalábbis valaki abból a slebből, de hogy nyilván nincs így. Igen, és legfeljebb a politikának a legfelső felszínén igaz ez a tézis. Úgy hmm. gondolom, amikor a vókról beszélnek, meg az ilyen teljesen lényegtelen ügyekről, de ha megnézünk mondjuk egy Colin Powell-t és egy Donald ramsfeldet ugye ha Colin power ra ránézünk, azt láthatjuk, hogy ő egy szinte ilyen európai figura, ugye külügyminiszter, meg izé, ott a katonaság környékén volt tábornok, meg minden, azt gondolnánk, hogy hú, hát ő akár Európa is lenne, európai is lehetne. Ezzel szemben ott van Donald Rumsfeld, aki meg így a Wall Streetnek a legrosszabb arcú ilyen izé, tőzsde, izé, biznyákolója egy ilyen használt autókereskedő a legrosszabb értelemben, és hogy minden a, az Amerika rossz szelleméből. Mm. És azt gondoljuk, hogy az mm. egyik egyen európai figura, a másik meg Amerika, amerikai, és akkor mi az egyikkel tudunk azonosulni. De amikor, a, amikor tényleg azt kell megnézni, hogy milyen döntéseket mm. hoznak ez vagy az az oldal, gyakorlatilag ugyanazokat a döntéseket hozzák meg így külpolitikailag, vagy így a a világrendezésnek a szempontjából, ha belegondolunk abba, hogy a Clinton kormány ugye Irakot is bombázta, Afganisztánt is, Szudánt is, és Jugoszláviát is, ami hmm. egy demokrata kormány, és azt gondolnánk, hogy hú, milyen európaiak. Hát a francokat európaiak, és most ezt el tudjuk képzelni az európai vezetőkről, hogy így sorban így lebombáznak ilyen országokat, és konfliktusokat indítanak. Nyilván nem. Európa mindezen konfliktusok közben lapított, és nem is tudom már milyen külpolitikai szakértőtől hallottam, nem Nógrádi Gyuri bácsitól, hogy az Egyesült Államok, aki megfőzi a vacsorát, és Európa az, aki elmosogat. No. És ez, ez nagyon jól ja, látszik ja. ezekben a konfliktusokban, hogy az Egyesült Államok kirobbantja ezeket, Európa meg így próbál diplomáciailag, meg így a segélyszervezeteink keresztül kármenteni. Ez egy Ez nagyon jó hasonlat. Egyébként még arra visszacsatlakozom még egyszer, amit itt mondtál, hogy ez a kulturális frontokon nagyon próbál megjelenni, ez a például pont a vók mentén, hogy, hogy minthogyha ez a magyar politika és egy amerikai politika lenne. Annyi érdekes, hogy amúgy ez a vók tematizálás, ez mennyire az Orbán rendszernek, meg az Orbán szócsövének a sajátja, hogy én például, nem. amikor a Pesti srácokra felmegyek, akkor folyamatosan ilyen szélmalomharc van az amerikai radikalizmus ellen, ami ami nincs itt még, vagy én úgy, ja, nem, vagy én nem hiszem, én, hogy is, itt nem. lenne. Tehát, hogy és, és, és ez nagyon furcsa, tehát amikor ilyen, és az a durva, hogy mondjuk nem tudom, ha beszélgetek olyan emberekkel a környezetemben, akik, akik, ezen a médián akár informálódnak, akkor mindig előjön, hogy hát az egyetemekről, hát hogy kirúgják a, a jobb jobboldali gondolkodásokat, és így miről beszélünk, Kanadában élünk, vagy honnan rúgják, és hogy így nyilván, mert ezt tematizálja a média, érdekes nagyon, hogy ezt mennyire importálták, ezt az egész Abszolút. csomagot teljes egészében, holott közben meg megy a nagy retorika, hogy amúgy a nyugat, amúgy a nyugat az egy elásott, nem tudom, hanyatló és kész hanyatló, vége, már igen. száz éve is vége volt, mert... és most meg már tényleg véglegesen vége van. De tudod, ez olyan szimbolikus, mert a, a nyugat az mindig a nyugvás, a nyugvónap. <laughs> tehát hogy, hogy ne, hogy ne azt, hogy mindig hanyatlik, aztán egyszer majd mindig fel kell. Igen, nagyon szép. És itt rátérve Dave Rubinnak a szerepére, korábban már mondtam, hogy ezek az intellectual dark webnek a megtestesítő vagy prominens alakjai, ezek gyakorlatilag az én meglátásomban kiábrándult liberálisok. Hmm és a Dave Rubin kapcsán is ezt lehet elmondani, hogy ő egy ilyen klasszikus liberális alak, aki egyébként meleg, a uh -huh. meleg házasságot támogatja, a marihuánának a legalizálását, stb. stb. És saját elmondása szerint is ő Clinton szavazó volt, Obama szavazó, a Clinton-Trump együttállásba ő nem tudott választani, hmm. ő nem akart két rossz közül választani, és valami függetlenre szavazott. Utána ez a liberális kurzus, őt átrugdalt a Trump szavazóvá, hmm. és most meg már DeSantis támogató, ugye, aki az ember arcú Trump. De mondhatjuk azt, hogy Magyarországon ezt az utat kövezi kisi Ferandrás közéleti e szerepe? Lehet, lehet. Mert nem ugyanez, hogy ő is egy ilyen, tényleg egy ilyen független, teljesen ilyen ilyen rendszerelés, és most nagyon úgy néz ki, hogy rugdossák át, és hát a Robi szerintem két lábbal rugdosta. A Puzsér egy rohadt e, nagyot rugott rajta, igen. Furva te te olyat, hogy tehát még nem állt fel mindig a, a, a csávó. Is. És úgy látszik, hogy a két farkuk kutyák is egy nagyot taszajtottak rajta, amikor így a hátsó lábaikkal kicsit elkaparták <laughs> a siffer Jó, a két farkuk kutyákról ne is beszéljünk, én én több videót nem akarok ezekre szállni. Nem, szörnyű emberek. Uh -huh. it's good to see you again Hello, good good to see see you. You. i think last time i saw you in florida was about a year ago and you welcomed me to budapest you said come on over to hungary and Most is érdekes, hogy dave rubin a host ugye ő a házigazda, és itt vannak ugye a Várnegyedben, a Karmelit a Kolostor mellett. Igen. És ugye ő választotta meg ezt a helyszínt is valószínűleg a felajánlottak közül. Hát ikonikus helyszín, hát itt, itt volt a Kis Grófóval való fotózkodás is Orbán Viktornak. Hát tehát igen, ez egy történelmi helyszín, majd 50 év múlva kin lesznek az ilyen résztáblák, hogy itt volt Kis Grófó. Uj, ezt elképzeltem, és túl reális. here we are thank you very much for visiting us i hope you enjoyed the weather uh, well i mean the weather is incredible the view obviously from up here is incredible uh, people will probably hear a little construction in the background we are sitting uh, right across now from the old red cross building which is under construction and i thought that would be a nice way to start the interview because there is a lot of construction going on here hogy mit most, én, bocsánat, nem Karácsony Gergely fővárosáról, Budapestéről beszélünk itt? Vagy ez... Ebből nem akartak kizökkenteni Dave Aha, mert hogy mondhatná azt, hogy ja igen, egyébként épül, de, de egyébként ezt... Ez ezt a legnagyobb politikai ellenfelünk csinálja ezeket az <laughs> igen, építkezéseket, igen. nem mi. És egyébként nézd csak ott gazos, egyébként azok ott gazok, azok nem mélegelők. Én úgy tudtam, hogy Budapest egy gazos, mocskos, undorító város, ahol, ahol nagyon nem történik semmi, ami ott a Karácsony vezeti. Hogy van ez, hogy, hogy ilyenkor nem ez, nem ez a, a téma, nem ilyenkor büszkének lehet lenni? Egyébként a Várnegyednek a felújítása az ténylegesen az Orbáni kormánynak egy ilyen nagy rest uráló, ilyen emlékezett politikai projektje. Ha elsőre ránézünk, tök jó dolognak uh -huh. tűnik, hogy így tényleg felújítják azokat az épületeket, és visszaállítják az eredeti külsejükbe, de amikor már történészeket meghallgatunk erről, akkor felvetődnek kérdések ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy erre majd egy külön részt, vagy videót is érdemes lenne szánni, hogy egyébként Magyarországon a horti kultusznak is uh -huh. egy ilyen nagy reneszánsza van, a parlament körül minden szobor az ilyen horti korabeli újraavatott, restaurált, visszaállított, emlékezetpolitikai szempontból nagyon fontos szobor, és a várnak így a még hmm. Hungary great again-nek a szlogenjében zajlik, úgy gondolom, ezek az építkezések. El is fog hangzani egyébként, majd majdhogy nem ugyanígy. Tehát ja, ez hát a, We remember when Hungary was great. Majd mindjárt halljuk igazából. Hát durva, durva, hogy... Valahogy, tehát tényleg, hogy ilyen gesztusok nincsenek a nemzetegyesítésre, hogy egyszerűen tudunk egyszerre budapesték és egyszerre magyarok lenni, én soha ilyet nem látok, de itt van Dave Rubin, még ezt is, tehát ez a csávó, még ezt is eléri itt Magyarországon, azért ez nagy dolog szerintem. Csak az a baj, hogy ezt elhallgatják az amerikaiak elől, és előlünk is próbálják elhallgatni, de mi ebbe a városba élünk, mi tudjuk, hogy itt hogy mennek a dolgok. Igen. This is an old city that is to me feeling a bit like a new city. So there's something interesting going on here. Yes, I I would add two things. One is that you know, it's a construction is always a sign of economic success. So in general, if you have construction uh, sites all over you, uh, you know, probably you don't like them for for a short period of time. But for a longer period of time, it's like. It's like shows the uh, strength of a... Van valami egyébként, és a városligetnek a felújítása kapcsán is nagyon sok negatív hang volt, de most megnézzük, hogy hogy nézett ki a városliget azelőtt, és megnézzük, mm. hogy most hogy néz ki. Szerintem nagyon biztató. Az már más kérdés, hogy kiknek épültek ezek az éttermek, stb. Nagyon így a középosztálynak, a legtetejének épült. Ha bemegy ott az ember egy kávézóba, én bementem ott az Olaf pálmás mm. én bemegyek minden kávézóba, és gyakorlatilag a pincére kinézik az embert, ha bemegy egy sima utcai ruhába, és szeretne inni egy kávét, és olvasni mellette. Ez nagyon nem az átlag embereknek készült, és aki meg az alatt van tényleg, vagy így a munkásosztálynak a része, ha van még ilyen Magyarországon, hmm. akkor. Az kerülje el a városligetet. Hát igen, ez érdekes egyébként a, a Fidesznek, ez egy új találmánya, Most ugye épülnek ezek a polgári körök, polgári klubok, ezek az ilyen invitációs polgári klubok, hogy ja. hogy, hogy mondjam, nyílik az óló, és akkor, és ugye ez, ez igazából nekik jó, mert hogy, hogy lesz ez a nagyon kis közösség, amit jól korrumpálható emberekkel van tele, és bármikor képesek, hogy mondjam, meghajolni az a, 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 fölöttes hatalomnak, vagy a fölöttes akaratnak, és akkor abból megácsolódik egy ilyen újfajta polgárság értelmezésén. Én nem hiszem, hogy ez, ez az a durva, hogy én emlékszem, tanultuk történelmet, ez a, a meg a szituáljának a kétféle polgár értelmezés, hogy én itt egyiket se tudom felfedezni. Ez tényleg egy ilyen oligarchia, egy ilyen újfajta feudalizmus, egy ilyen, ö, hát ilyen földes uraknak a, a, polgárisága. Mm -hmm. Nagyon fura. Tehát, meg a a tiborcnak a gentleman clubjárra gondolsz, ah, gondolsz ugyeza igen igen igen, igen. nekem is ez az gentleman hát, club nem tud, nem a nevét, ami de. ami az új magyar polgárosodásnak az előszelle nem pedig az hogy még inkább az elit össezár hát ja set story bro as you're trying to look back at your past figure out the good parts to bring to the future but then also govern in a in a somewhat sensible way which is pretty rare for the west at the moment you are not anymore talking about architecture. No, we're not talking no. about arch. Well, we can if you want. Are <laughs> they going to be putting up some uh, some modern buildings here? No, actually. But but um, but you know, this is from the architecture debate. You can understand yeah. actually uh, everything because what we are doing here is that we try to restore everything which made Hungary great in the in the past. ott vagyunk. Igen, itt vagyunk, még Hungary Great again. Igen, a Trumpi szólamokat átvesszük, és ennek megfelelően építjük az országot. És egyébként rohadt jó az, az interjú, hogy tényleg végig kalapálnak, meg fúrnak a háttérből, hogy ez ki szerint volt jó ötlet így leforgatni, de egyébként valamit, valamit mégiscsak bemutat ebből a kis magyar valóságból, hogy tényleg mindenhol fúrnak, faragnak, a beton hmm. izé basszák szét, utána lefektetik rosszul, utána az is feltöredezik. Ne is mondd, és egyébként el fog hogy egy kicsit tovább megyünk ez fog hangzani, itt a beton mint egy ilyen negatív jelző. Uh, Tudjátok, mit hallgassuk csak tovább, mert szerintem ez izgalmas. and we it's a, it's it's part of our heritage. If we are not proud of that, then then, then what makes us Hungarians? What what is the purpose of our life? So this is important part. And the other part is uh, you will see in the city some other um modern buildings, which modern? were uh, which were created by uh, foreigners, very famous architects from all over the world. I think it's it's it gives us pride as well to bring them to Hungary Elképesztő. and let them to 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 work here and we are fighting against the 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 modern concrete and glass uh, concrete and glass uh, igen. Na, igen nekem eszembe ütött a, a Moltorony gondolom nem vagyok egyedül hogy ott ez megnyertük ezt a csatát, nem? Tehát, hogy nem, ne, sikerült, úgy, úgy érzem. Az egész Calvin tér, de a Moltorony az, az tényleg baromi jól reprezentálja nagyon. ezt a fajta klasszikus építészeti dolog melletti kiállást, tényleg üveg és acél, és távolról is elképesztően undorítóan néz ki Budapestnek az arcán az a pénisztorony. torony, Há, de ha közel megy az ember, én mostanában bicikliztem arra, és közelről még csúnyább. Én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy menjen el oda és nézze meg, elképesztően ronda közelről, és... Én most rivillelek valamit, én voltam fent a toronyban. Hú, és milyen volt? Szörnyű, egyébként még rosszabb, mint gondolja. Hallod, ilyen ö, semmi, tehát olyan, mintha úgy hagyták volna az építkezés után, két van, három szék oda ki van rakva, így középre, talán egy dohányzóasztal, és, és semmi. Körbe így izé, üveg, ugyanolyan, de ilyen teljesen jellegtelen, műnövényel talán be van futtatva de lehet, hogy igazi borostján, akkor bocsánatot kérek, de be van futtatva ott nem. a közepén a lift, ennyi, és ja, és akkor az ajtón egy ilyen felirat fogad, hogy törzs le az applikációt, és nézd meg a Budapestet a telefonodon keresztül, és tudod, így oké, okay, de... Nagyon, jó. Nem, szörnyű, nem, nem. Nagyon jó. Ez... És egyébként innen a várból nézve lehet, hogy úgy tűnhet egy Dévróbinnak bemutatva a Magyarország, hogy itt tényleg a klasszikus építészet, a klasszikus értékek, a konzervatív értékek, uh -huh. és nem ezek az új üveg, art deco, stb. dominál, de, de... de valójában ez sem egy egy, egy autonóm kultúrából ered. De ezt tudod mi? Ez annyi, hogy egy amerikai elmegy Európába, és basszus azt hiszi, hogy tehát hát mennyi épület, ami régi? Basszus, hát nyilván ez egy régebbi kontinens, tehát hogy régebben ja, egy... Na, ez a, ezt a szót kerestem, ez a hamis historizálás. Ez, aha, ami aha. az Orbáni épület aha. rendészeti koncepciót legjobban leírja, úgy hmm. gondolom. Egyébként van egy nagyon jó könyv, ezt ajánlom, a, a China Mieville-nek a a város és város között, ez egy ilyen weird fiction, ami arról szól, hogy egy olyan kelet-európai városban élnek a polgárok, ahol egyszerre egy ilyen Üvegtornyokkal teli, ilyen modern város, és egyszer egy ilyen nagyon régi, ilyen historikus, ilyen, mm. ilyen lebontott köváros, de, 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 de úgy érzed az egyszerét, hogy konkrétan kicsit ilyen uh, skiffy, hogy párhuzamos hát. valóság, és hogy uh, az agyaddal, hogyha eléggé elhiszed, hogy a másikba vagy, akkor már azt fogod látni. Most. Nagyon érdekes. érdekes Egyébként érdekes koncepció, és én nekem amúgy nem csak azért jutott eszembe ez a könyv, mert hogy az építkezési stílusok összevetése, hanem hogy tényleg az van abban a könyvben is, hogy azt látod, aminek látni akarod. Vagy amit, aminek így feltételezed? Mm. És érted, ide jön a Dave Rubin, és úgy feltételezed, hogy ez egy paradicsom, ahol konzervatív értékek és egészség, nyilván annak fogod látni. Nyilván ö, úgy fogod látni, hogy minden Fideszes oda jön és mennyire mosolyog, meg barátkozik. Mm. És, és hát nyilván, mert alapból szimpatizálsz ezzel az egésszel. Igen, és ezt jó, hogy megemlítetted, mert ez az egész politikára ö, vonatkozik, hogy azt veszed észre a hírekből, azt mm. veszed észre a politikai intézkedésekből, amit észre akarsz venni, Szépen. és annak megfelelően értelmezed a te saját kis valóságodat az alternatív tények mentén. mm uh -huh, uh -huh. egyért, igen. But, but you you get the point very very easy. Like like people want a safe and beautiful environment around them. People want a very a supportive environment around them. A state which helps csak, them csak, csak. Uh, to raise De. their kids, to Fosszul. to to make a family, to have jobs. Want... De most ez olyan, hogy oké, okay, most a family meg ez tényleg ilyen, de hogy az elején tényleg úgy hangzott, mintha valami ilyen polliberális politikus így mondaná, hogy egy szép hely, ahol élhetnek, ahol, ahol jól érzik magukat a hétköznapi emberek. Ez az az ország, amiről az Orbán Balázs beszél, vagy ők így, tehát ezt az országot építik? Vagy én, én most nagyon egy kicsit összezavarodtam itt. Ők egyébként mindenre lőnek, ez a szociális támogatásból is egy picit adnak, de csak azoknak, akiket ezzel szavazóként meg lehet nyerni, egyébként konzervatív értékek, biztonság, minden elő az Orbán rendszer, és rendre talál is, ahogy látjuk. Igen, úgy könnyű It találni. Itt is felsorolja Orbán Balázs az összes fontos emberi értéket, hogy mi gyakorlatilag ezeket akarjuk megteremteni, és hát négy évről négy évre meg is teremtjük itt Magyarországon, ezért szavaznak bizalmat nekünk az emberek, nincs itt semmi látni való boldogkarács mm. Ne vasztok, mm. Mm. nem akarnak szemetet mm. mindenfelé, minden <laughs> mindenhol. <gül> <gül> uh, <gül> ez csak egy nyelvi akadály, vagy itt <laughs> szent tényleg ennyire If you, if you most, see egy, most egy nyelvi akadály volt az. az slowly, unfortunately, but going to that direction. Mm. Megy a fűrészelés a háttérben, ez <laughs> ezt nem hiszem el, ki. Csak azért, hogy meg lehessen mutatni az amerikaiaknak ezt a gyönyörű, szép várost, ami tényleg gyönyörű, szép, főleg ha a háttérben nem lennének ott daruk. a daruk, amik folyamatosan izé. Vagy építkeznek, vagy csak ott felejtette valaki, mert izé olcsóbb volt ott hagyni, mint elvinni. Egyébként nagyon sok helyen Budapesten látni ilyet, hogy évek óta ott van, és senki nem használ. 아, 나요. Egyszerűbb ott hagyni, mint elvinni. Ez egy vizuális szemét, amiről egyébként itt mm, beszél mm. Orbán Balás. Hát ha valamit, akkor ezeket el kéne távolítani. Meg a kádár rendszerből itt maradt ö, épület homlokzatokon a Coca-Cola mm. feliratokat, meg a mik vannak. Ezek a nagyon klasszikus. Mi volt az a régi áruház? Nem jut eszembe. Skála. Skála, az is még kint van de valahol. Nem, hallom. az pont a Blaháról, mert pont azt meg Már egy hete elvitték. Egy hete pont, igen, Kálmint. de a múlt héten elvitték. Ja, szörnyű, szörnyű. De hát ez karácsony a hibája igenkor ja, igenkor igen. lehetmutogatni ez ezt mondhatta ez volna Orbánballás igen igenzt elfelejtette and make sure that the people grassroots voters are behind you and then it doesn't matter whether the media is going against you whether the big corporations are going against you in our case as a small country international organizations <laughs> NGOs um and and like like Uh, Brussels is going hey, us. But if the people <laughs> are what we are doing then we are fine this will be always the last frontier uh the last the, the last stand the last frontier the, we here are, in Budapest you know politikai skálákon megyünk végig, tehát, hogy a grassroots ilyen szikra mozgalomvájban van most már, hogy így a lentről fogjuk kiépíteni ezt a csodálatos világot, hát, hát a, a, legalacsonyabb rétegből, hát ott, ott kellenek a szavazók, hát, hát és akkor tudunk majd harcolni a média ellen, ami egyébként folyamatosan ellenünk van, eljátsza Orbán Balázs azt, ami Amerikában mondjuk, oké, okay, még el is, még azt mondom, hogy működik is, hogyha, hogyha mondjuk a Trump előadja, hogy bizonyos médiumok ténylegesen folyamatosan csak azt cikkezték, hogy, hogy a, a nem Trump nem igen, 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 és hogy hogy golfozik, meg minden, és nyilván a Joe Bidenről meg semmi nincs, ugyanilyen a Foxon meg pont fordítva, tehát mm. ott meg a, a Trumpról nincs semmi rossz, de a Joe Bidenről meg folyamatosan az hogy is. Tehát ott még azért egy kiegyensúlyozott vissza van, de hogy itthon ezt eljátszani, hogy a, a média ellened vonul, és akkor nem mondja nekem senki, hogy a telex, meg a 444, meg hagyjuk már. Ki olvassa ezeket Magyarországon? Az Ez egy olyan szelektált része ennek a társadalomnak, a, ami, ami már alapvetően egy, egy, feltételezhetjük, hogy már alapvetően nem ért egyet az egész politikával, és egyébként meg az a folyamatos lekezelés, amit ők is művelnek, tudják, hogy a telekszel ők nem kommunikálnak, ők neki nincs nexusuk, és mégis most itt el van játszva, hogy hát egy folyamatos harc amit imád az Orbán Viktor és a kis közössége, hogy a folyamatos szélmalomharc és szabadságharc. Igen, és Semdít. ebből nyeri folyamatosan a legitimációját, hogy ilyen ellenség képeket határoz meg. Itt ugye Utána eszébe is jutott Orbán Balázsnak, hogy mik ezek, ugye a média, az NGO-k és Brüsszel. Brüsszel majdnem kifelejtjük, de szerencsére eszébe jutott, és akkor ezek mentén meg tudja magát határozni, és csak az számít, hiába támadják őket ezer oldalról, hiába próbálják el csak az számít, hogy a végén a magyarok mit húznak be a választó választópapírokon, és igaza van, mert teljesen mindegy, hogy külföldön mit mondanak Orbán Viktor, hogy mennyire elszigetelődik, hogy mindenki utálja, hogy gyakran minden történész, aki az új fasizmussal foglalkozik, fejezeteket szentel Orbán Viktornak, tőle tanulnak a külföldi autoriter vezetők, taktikákat és a vanabi autoriterek is. Ez mind teljesen mindegy, amíg itthon Orbán Viktor kontrollálni tudja az emberek akaratát, és meg tudja magát szavaztatni. Itt egyébként kimond egyfajta igazságot Orbán Balázs, úgy gondolom, és tényleg tök mindegy, hogy mi történik az ország határain kívül, amíg itt meg lesz szavazva a Fidesz. Van igazság ebben, én csak tényleg azt, hogy, hogy ez a fogalom fogalomhasználat, hogy a grassroots, ez tényleg a, a hagyományosan a baloldaliaknak, és a baloldali kezdeményezéseknek, meg az ilyen nem is feltétlenül baloldali, de hogy az ilyen nagyon arrólra lépítkező, hogy mondjam, politikai erőknek a, a szava ez a grassroots, de hogy nehogy már a Fidesz legyen a grassroots. Én, én ettől most nagyon rosszul érzem magam. Most ez nagyon beakadt neked, de egyébként a legszegényebb rétegek, Biztos, hogy a Fideszre uh, szavaznak, és ilyen értelemben valahol őket képviseli a Fidesz, én azt gondolom. A Magyarország legszegényebb falvaiba, az oké, okay, hogy miért szavaznak de rá, másik... őket, de de facto nem Na képviseli őket. őket. Ez, ez így van. Ja, yeah. ja. Uh, also, if you ask the, the leftist opposition voters whether they support stricter immigration policy, they, their answer would be yes. So what, what is going on with the left here? Uh, it's ez egy nagyon jó kérdés. Tökéletes de kérdés. részéről. a lényegre. És, és ezt még Magyarországról is nehéz megérteni, hát még az Egyesült Államokból, és ez a legfontosabb ez... kérdés, és itt tényleg nagyon releváns kérdést tesz fel. Vicsirálok a balad. I igen, igen, tökéletes, igen. Nézzük csak, hogy mit válaszol Orbán Seems De ez egy csapda, ez nagyon nehéz erre jól válaszolni. Jó, mert, mert, Mert ugye egyrészt, ugye tényleg most itt elmondta az Orbán lesz, hogy itt azért, itt még Magyarországon, még a baloldal is egyetért, meg a baloldali szavazók is egyetértenek abban. Nem, azt mondta direkt, hogy a szavazók is egyetértenek abban, hogy no immigration. Hmm. Oké, okay. de akkor ugye erre jogosan kérdezi a Rubin, hogy de akkor itt talán nem annyira radikálisak a baloldaliak? És ez a csapda, mert hogy akkor most most mondja azt, hogy nem, de hát ez de hülyeség, hát nem, hát radikálisabbak, én úgy tudom, vagy. Hát itt antifa emberek vernek <laughs> agyon az utcákon Ú, embereket. Térlek meggóládakat hát, rejtenek a miniszterelnök ánusában hát most igen oda is hát most mondjuk igen mondjuk ki as the few people that over the last day or so and i'm getting they i'm getting various the... they want to be they want to be there. well that means they're not, not so it's sexy. probably pretty good not yeah sexy. well I... megválaszolt a dévrubi nekem de we were talking about it i think the general environment Irgalmatlan fűrészelés a háttérbe so and and uh, this is The... tényleg nem lehetett bevinni egy izé terembe a festmények közé, meg a Westminster izé bútorok közé. Itt izé furni, fúr, faragni kell. Mert így, így látja a bunkó amerikai, hogy ez milyen szép ország. Látjátok bunkó amerikaiak. Még, még, van ebbe egy kicsit ez, a, ez, az ilyen ezermester, ez is a jobboldaliaknak nagyon ilyen szimpatikus kicsit. Ugye két ilyen dolog, ez az ezermester, meg az ilyen cowboy, ezek ilyen nagyon szimpatikus mm. dolgok, és hogy Orbán előadta, hogy ő I come to Texas, vagy ez a már megérkeztem Texasba, ez az egyik eset, itt meg az Ezermester van előadva, hogy ez egy Ezermester kormány, ami mindenre tud választ, mindenkivel kommunikál, és svájci bicska tulajdonképpen. I Igen, ellenben, ugye karácsony Gergelyel, akiről elmondta a miniszterelnök, hogy ő még egy ika-bútort sem tudna összeszerelni, oh. viszont nagyon jó tanulmányokat tud írni, viszont a COVID idején nem erre van szükség, oh. hanem potens férfiakra, akik cselekedni tudnak és vezetni tudják ezt az országot. Nagyon, nagyon és meg ilyet is mondott az Orbán a COVID alatt, hogy tip tipikusan Karácsony Gergely az az ember, aki késik a disznóvágásról, csak a kajálásra ér már oda, de mi ezt nem bánjuk, mert legalább tudnak az igazi tökös férfiak rendesen dolgozni a disznón, felaprítani rendesen. Ez, ez, ezt hol mondta? Ez fantasztikus. Ezt a jó reggelt Orbán á, Viktor Magyarországban, még a Covid ez, idején. Ezek, a, annak idején én ez, kijegyzeteltem ezeket. Nekem ezek a jegyzetben megvannak. Ez Szenzációs ez mondatok voltak. A, a, a média <síthat> it's, it's big. So, I mean, it's like politics is one issue. Party political debates are part of the democracy. It's like it's not about that, but but there is a common beszél? Na itt két értelmű egyébként, hogy a politikai pártokon belüli viták a demokrácia részét képezik, vagy a politikai pártok közötti viták ugye a demokrácia részét képezik. Mm. Egyik sem igaz igazából Magyarországon, mert a, sem a Fideszem belül nincsenek politikai viták, mert azon, amit Orbán Viktor mond, mm -hmm. igazából a pártok között sem, ha csak nem a nem létező nulla és egy százalékos pártokat nézzük, amikor a, nem tudom, a párbeszéd vitázik a nem létező lmp -vel. Ott valójában tényleg vannak ilyen nagyon komoly viták, de tényleg releváns vitákat mm. nem lehet mondani, illetve egyének vitáznak a parlamentben. Nagyon jó. Mm. Fantasztikus. Itt még fontos lenne azt elmondani, hogy ugye az ilyen tranzitra, meg minden ilyen fideszes think tank rendezvényre ugye rendszerint meghívnak ellenzéki arcokat, például a márkizajt, hogy szerencsétlent jól mm. lealázzák, és olyan helyzetbe hozzák, ahol tudják, hogy ő hogy fog erre reagálni, borzasztó végeredménnyel, és egyébként itt a politikai viták kapcsán még szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy nemrég hallgattam egy Mandiner podcastet, ahol a, azt hiszem a mandineres műsorvezető elmondta, hogy így a Fidesz berkeken belül egyébként ők nagyon kedvelik négy ellenzéki figura közéleti tevékenységét, Na. Ungár Péter, Siffer András, Hont András és Ceglédi Zoltán. Ó, hát. És azt hiszem, hogy akinek a politikai és közéleti tevékenységét Fú. ennyire kedvelik a Fideszem belül, az talán már maga is a Fideszen belül lehet bizonyos szempontból, talán, de ez csak egy felvetés a része. Hát igen, ez azért egy elég árulkodó hogy pecsét. annyira szívesen hívják ezeket az embereket, Aj. és annyira szívesen veszik a, a részükről a kritikát, hogy itt most tényleg a demokrácia megvalósul ezekkel a egyébként nagyon értelmes ellenzéki figurákkal, akik tényleg nagyon értelmesek. Mm. Azt, hogy mit mondanak meg, hogy mi az ő politikai szerepük, azt meg mindenki eldönti saját maga. Uh -hmm. They take it seriously because they see if they go to another direction then then the voters they will punish them. And they will not not support them anymore. They were looking for other alternatives. Probably they will not vote for, for Fidesz. But, right. But they were looking for new alternatives on the left. Do you sense that? I'm happy to experience that. Jaj, de, no, I I és wish... megy ez a fölényeskedés. És az hogy annyira jellemző, ezt is mindig csinálják, hogy ez a, olyan jó lenne, hogyha megélhetnénk, hogy egy jó baloldal, hát de jó lenne egy jó baloldal, aki nem ilyen hazaáruló baloldal, akivel lehet egyetérteni abban, hogy a haza az fontos, de utána vitatkozhat meg, de hát ezzel a baloldal? hát ezzel nem lehet vitatkozni. És akkor nyilván már egy olyan helyzetből és olyan pozícióból kell induljon a, a, az ellenfél vagy a másik, hogy így tegyek beugrót a vizsgára, úgyhogy egyébként ez a vizsga elvileg egy ilyen kétoldalú dolog, tehát egy mind a kettő egy vitán. Nem, neked még egy beúró is van hozzá, mert nem jöhetsz ide. Elképesztő, én ezt nagyon nem bírom, ezt a fajta fölényeskedést, és egyébként ez az egyik dolog, amit én a legjobban utálok a Fidesz kommunikációban, és nyilván itt a boldog mm. karácsonyozás is ide tartozik, hogy nem tudok ilyen méltósággal nyerni, mm. hanem hogyha én nyerek, akkor rohadjon meg mindenki más, aki nem nyert, te is rohadjál meg ott az utcán, aki mész meg, a szomszéd is, meg mindenki rohadjon meg, mert én nyertem, mert én vagyok a Jani, mert, 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 mert basszus... Csak nyer, az mindent visz és mindent. örökre, és semmi nincsen a másiknak. Se a méltósága, se a párbeszédre való hajlam, semmi. Fú. I, I, wish we had a little bit more of that with our left. It would help. It would help able bring balance. Radicalization. nem is tudom, miről beszél ez a radikalizálódásnak a spirálja. Ötletem sincs. Most ez Gyurcsány Ferenc lenne, vagy a Momentum kordonbontása. Vagy vagy a, vagy a mi hazánk? Ami Mind biztos, mint, nem a mi hazánkról beszél. Hát, hogy, vagy, mint, hogy a Fidesz az, hát de én abban érzem egy kicsit ezt a, a centrális erőtér, hogy ők a nyugat terű, ők nem radikalizálódnak, és mindkét oldalról radikális emberek bomlasztják ezt az országot, de hogy ők, ők a nyugat közép center, pozícióban. Óriási radikalizáció. Tényleg jobb oldalról ott van a kurucinfo parlamenti konteópárt, a másik Abszolút. oldalról meg a kordonbontók és a neroligarchák és a Gyurcsány Ferenc. Fú, egyébként ez a kordonbontás, erről majd meg akarok emlékezni, egy kicsit utána jártam a kordonbontás történetének. When we start talking about the LGBTQ and the gender issues, and, yeah. and um, the Pope was here two weeks ago, was here one week, one week ago, actually, since the Pope was here, that Uh, when we have, since then we have the good weather. So yeah. He, he, well, then he did nah, something he right. Did something. He, he, he did something right. He did something right. I think, nem is a migránsi magatartás nem volt annyira jó. Ne, de az, hogy valóra szegre állt, jó időt. Ez tökéletes. De egyébként fantasztikus, hogy azért látszik, hogy. Uh, hogy Orbán Viktornak sincs mindenre hatalma, az időjárást <laughs> még nem tudja irányítani. Lehet, hogy ezért rúgta ki annó az időjárás jósolókat, akik ugye nem uh -huh. tudták rendesen megjósolni ezt a dolgot, hogy hogy egy pillanatra a kis bántotta, hogy így van egy dolog, amit Magyarországon nem kontrollálok, az a az időjárás. kurva időjárás. Igen. De jön a pápa, jó, ő még tudja, ő még fölöttem van, de, de, de azért más, más ezt nem. De az is egy ilyen végtelenül belső, ázsiai posszobi dolog volt, mint a türkmény basa tette volna tényleg, hogy kirúgta az időjárás <laughs> izé jósolókat, mert akkor nem el kellett tolni egy nappal a tűzi játékot. Tehát kit érdekel? Codálatos. Teljesen jó volt az másnap is. De. Vagy aznap se lett volna jó. Egyébként inkább. De most hát ez belefér, hogy ez, ez legyen tűzi játék. Nekem ez szóval a legkevesebb ez. bajom az országgal, hogy most tűzi van, és arra elköltenek, 40 milliárd forint, 3 milliárd, mit? Teljesen mindegy, úgyse tudjuk mi egyszerű emberek, hogy az mennyi pénz, költsék el, nézze meg mindenki, így jön egy olcsó sört, aztán kész. Jó, egyébként ebbe, ebben ebbe tudok, egyet tudok érteni a hogy azért rosszabb módokon is el lett költve Persze, ennél sokkal több Én nem értem ezt a derpegést minden augusztus 20-án, hogy jaj, miért nem az oktatásra? Költeni? nem ez a pénz hiányzik az oktatásba, az oktatásra amúgy is lehetne költeni, ez teljesen független attól úgy gondolom. Mm. Yeah, it was interesting because when I when I spoke last night, I mentioned how you know there should be a a separation between the L G and B and T that the T thing is actually anti L G and B and it's anti women, and and it got a nice round of applause, which I was happy to hear from a conservative oh, Kaptam egy ilyen hát egy, egy, egy jókör tapsot, mm. jó volt. De ez az a téma, aminek szerintem semmiféle relevanciája nincs, és egyébként az apu mm. azért iszik, mert a sírsz rendezvényen is most két alkalom ment el arra, hogy a Puzsérnak volt egy ilyen hagymázas ötlete, hogy mi a mi az LMBTQ-ba a Q, amikor az előzőek ki jelentik már a Q-t, és akkor mi a Q, és akkor hol van a Q, kicsit már ilyen amerikai Conteos Kuanon Q ja, 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 ja. keresésbe ment. Ott a Q! Asszus, oh, ők vették el. Hogy ezt a Q-t ezt a kereste ugye a Kuanon Sámán mm -hmm. is, ami egész végig oh. Robertnél volt. <laughs> ez olyan, mint amikor az egyik kedvencem, amikor a Puzsér mondja, hogy hol, hova lett ez a százezer magyar a népszámlálásból, Orbán Viktor zsebében vannak, pakolja <laughs> őket azonnal. Igen, ez a kubető, ez végig ott volt Puzsér Robinál és Famnál. Hát igen. Uh -huh. Any kind of sexual discrimination is, is unacceptable. Any kind of sexual discrimination is unacceptable here in Hungary. Csak törvényeket hoznak rá, lehet. hogy hogy lehet a szexualitásuk, vagy a nemi mm. hajlamuk, vagy a szexuális hajlamuk alapján diszkriminálni, illetve a pedofilokkal összemosni Zoli. embereket. Zoli, most te komolyan a, a családvédelmet akarod diszkriminációnak nevezni? Hát, lehet, hogy én vagyok a magyar talán, igen. Mm. Na mindegy, itt megint van egy ízléstelen. nagyon szép vágókép Budapest. De ez van. a barátok közből van viszont, ez biztos vagyok, basszus. Az a ház, az tudja, hogy a barátok közt ház. Nem, nem, az máshol van. Az kin van a francba, basszus. Pesten. Pedig hasonlít. Nem gondolod, hogy a vár alatt játszódik a barátok közt, akkor azért nem ilyen beszélgetések, meg nem ilyen izé proli lenne az egész. Pedig sok mindent megmagyarázna szerintem. <sus> <laughs> Jó. Jó lehet. what we are doing in Hungary is we try to focus on On, on what things are bringing together people. Mm -hmm, the, mm -hmm. the, the wealthy people, uh, the not so wealthy people, the young people. Uh De... Igen. A, a jómódú embereket összehozzuk Magyarországon, és a nem de... annyira jó módú ember. Ők is jó módúak, de nem annyira jó módúak, mint ők itt a várban mondjuk. De egy pillanatra azért elgondolkodott, hogy mit mondjon, és, és megtalálta a tökéletes jelzőt. Teh tehát, basszus, Magyarországon ez a két csoport van szerintem így gazdaságilag a jó módúak, és a nem teljesen jó módúak. Ez valami elképesztően infernális, és egyébként az a durva, hogy, hogy nyilvánvalóan ezt a Rubinnak elő lehet adni, aki eljön valószínűleg a Liszt ott rögtön a limuzinba ültetik, elviszik valahova, a Hiltonba, a, hiltomba, a, hiltomba, föl a, a Ritzbe, vagy igen, a Hiltonba a Várnegyedbe, ott kinéz pár szor, itt a Karmelitek, mm. akkor még találkozik. A végig ha, igen, végig, sétál, igen, végig sétál, ott a várban, egy kicsit visszik, viszik, megmutatják neki, itt tudom én, a fogaskerekű vasutat, mit tudom én, valami hungarikumot, és aztán rögtön ültetik a limuzinba, le is sötétítik az ablakot, ne lásson semmit a, a, a többi kerületből, és mennek is kifelé vissza, felé, vagy mi az szereptére, és nyilván neki elő lehet azt adni, hogy hát itt vannak a veltiek, meg a nátszó veltiek, ugye azért, őt láttál pár olyan embert talán ott a várnál, akik hát én nem öltözködnek olyan jól, mint mi öltözködünk, de hogy ők is azért egész jól el vannak, de nyilvánvalóan nem viszik el őt, mondjuk. És tudom, demagógia, meg mondjátok, írjátok le a kommentben, hogy én vagyok a legdemagóga bizé youtuber a világon, vagy nem is tudom, hogy mi vagyok itt, ezen YouTuber a csatornán, youtuber lettem, tehát, hogy izé, hogy, hogy akkor most nyilván egy borsodi zsákfalúban nem viszi el senki ezt az embert, hogy egy pillanatra is Megnézze, hogy amúgy milyen infernális körülmények között laknak itt ebben az országban emberek ami szerintem elképesztően szörnyű. De egyébként nem is kell szerintem annyira messze vinni, csak amikor viszik ki a Liszt-Ferenc reptérre, akkor ott a Blaha mögött egy-két kis ja, utcába ja, elvinni őket, és akkor. Hát, vagy a Blaha al aluljáróba. Mi ja, lenne, hogyha ja, azon ja. keresztül mennének át mondjuk egy átszállásra, vagy nem tudom, az egyik igen, a másikba? A és akkor látnál sok magába beszélő embert, meg az ott élő embereket, meg a prostituáltakat, meg minden. Hát igen, ez az a Magyarország, amit Orbán Balázsék nem akarnak se látni, se láttatni. És ezek ezzel a Uh -huh. Leszakadó réteggel nem is akarnak foglalkozni, ezért nem is nevezi meg. Uh -huh. Itt vannak a jómódúak, ugye ők, az elit, uh -huh. és vannak a nem annyira jómódúak, de még mindig jómódúak. Ez a klientúrájuk, meg a, oh, meg a szövetségeseik, ilyen. a középosztálynak a teteje, és mindenki más le van szarva ebben Igen. az országban. Hát van egy fantasztikus epizóda Love, Death and Robots-ból, amit én nagyon szeretek, ez egy ilyen Netflix-es animációs sorozat, egyébként nagyon ajánlom, különböző nemzetiségű animátorok is dolgoztak, egyébként magyarok is dolgoztak az egyik epizódon, és ebben van egy olyan epizód, ahol a gazdagok, az úgy van ábrázolva, és szerintem ez, ez ennél jobb ábrázás nincs is, hogy, hogy a gazdagok felköltöztek már ilyen magas felhőkarcolókba, és ténylegesen egy ilyen felhőréteg választja mm. őket, hogy nem látnak le. Tehát kinéz, kinéz a, a nő egy ilyen estély, van opera esté, kinéz, és így nem lát át a, a felhőrétegen, és alul meg a mély szegénység. Ott tényleg szó szerint, ahogy a Robi szokta mondani, döngölt padlóra ö, szülik a gyerekeket, és ezért van egy olyan poliszi is, hogy a szegény emberek ne szülhessenek ott gyereket, és hogy rendőrök mennek elértük, hogyha szülnek oda a gyereket elképesztő, elképesztő ez az egész uh, utópia, de hogy olyan közeli, és szerintem szimbolikusan már megvalósult valójában, tehát ez a szétnyíló-olló, tehát Orbán Balázsik nyilvánvalóan innen, akár oda is rajzolhatnánk ezt a kötfelleget, mm -hmm. hogy innen nem látszik az, ami, ami, ami a grassrootban meg meglátszódik, ugye, ha már grassroot. Abszolút. Nem engem ez feláborít, de... Right. And interestingly, I mean, my, the purpose of this trip for me was to figure out how do I import maybe what is going on here back into the United States? Because we seem to have lost a lot of that. What, what would be your main message? I mean, you've been to the United States a ton. You were actually in Florida just a couple of weeks ago. this is the most important question, Csak ez a buborékvilág van így láttatva. De hogy mi, mi pontosan az, amit az Egyesült Államokban át akarnak venni, hát valójában az, hogy hogy lehet több évtizeden keresztül uralni egy országot. Én uh -huh. azt gondolom, hogy, hogy ennek uh -huh. a mechanizmusára kíváncsiak uh -huh. ezek a think -tankek, uh -huh. vagy írók, vagy journalisták, akik idejönnek, uh -huh. meg ilyen politikai Machiavellista figurák, uh -huh. és ezt próbálják kitanulni, és egyébként nagyon jó tippeket kapnak, majd a következő delikvensünknél, Rodréhernél oh, rá is yeah. térünk. De várjál, nekem két dolog jutott, itt eszembe az egyik, a Antonik is, aki azt mondja, hogy hát Amerika, hát az egy, hát az már haldoklik, hát de Magyarország, itt a prosperitás, az, az az, igazi, tehát hogy azért le fogjuk előzni itt tíz éven belül, Nik is roslata, amen. Uh, a másik... Romániát előzzük le tíz éven belül. <laughs> Igen. De a másik, ami eszembe jutott, az pedig pont amit te is mondasz. Szóval, hogy amikor mondja itt, hogy mit, mit akarnak importálni, és hogy akkor ugye később majd utal a Rubin arra is, hogy a, hát az, az, az amerikai alkotmány az egy ilyen nagyon fontos érték, és hogy amit mondasz, azt szerintem amúgy igaz, hogy ők tényleg szívesen importálnak azt, hogy hogy lehet tíz éven keresztül leuralni a Amerikát, csak hogy azért ott, hogy is mondjam, azért az alkotmányban ott, a rögzítve van, hogy azért néha így érdemes váltani legalábbis a vezetőt, de hogy nyilván ezzel sokszor azért együtt jár az is, hogy egy ilyen oldalváltás is történik, azért az más, másfajta demokrácia és másfajta ilyen, ilyen kétpólusú demokrácia. Nyilvánvalóan amúgy erre is, hogy a, a választási törvény Törvény, ahogy át lett írva Magyarországon, hogy ez a választási törvény is az egyfordulóval meg a, a kerületekkel úgy van megcsinálva, hogy tulajdonképpen itt is előnyös, hogyha két nagy tömb indulna. Csak hogy ők itt jól tudták a Fideszben, hogy itthon azért nem teljesen így működik a politika. Meg az Egyesült Államokban még ha ezt a nagy titkot lehetne is importálni, és ha nem lennének fékek és ellensúlyok ugye a rendszerbe, ott nem lehet több ezer bürokratát és több ezer hivatalnokot lecserélni, vagy lehet, hogy több tízezret kéne, ami az amerikai Egyesült Államoknak így az establishmentjét alkotja, és abból áll össze egy ilyen nagy birodalmi politika. Ezt Magyarországon meg lehet csinálni, hogy van egy kormányváltás, és akkor azt a 15 ilyen nagyon fontos, meg a 30 kevésbé fontos másodrangú figurát leváltja az ember, a haverjaival, a futcál csapatával feltölti, és akkor mindjárt egy teljesen más irányt tud venni az egész ország. Amerikában ugye ez, ez nincsen, mm. attól, hogy Trumpot váltotta Biden, és utána adott esetben mondjuk Biden-t váltaná Trump, nincsnek ilyen 180 fokos fordulatok. Ez, ez lehetetlen. Ezt Magyarországról látjuk mi így, hogy na majd, ha jönne a Trump, akkor itt aztán az ukrajnai csapok ellenének mm. zárva, meg minden. Hát ez nem így működik, úgy gondolom. Mm. Abszolút egyetértek. I mean, when when you see some of what's going on there, what would be your main message on, on how to fix some of this stuff? Well, first of all, first of all we know our place so it's it's still a um, small small country far away from the united states after many centuries of suffering so how should, you know it's the mouse and the elephant yeah. should, should I <laughs> sure. give an eyes to the elephant so i Uh, Hadd reflektáljak. Ki... Csak de... a, igen, azt mondja, hogy ja. ez nem lenne pontos, ha az egér adna tanácsokat az elefántnak. De ugye itt, uh, itt, itt szerintem a Balázs így összekevert két ilyen mesét, mert hogy a, én úgy tudom, hogy az ilyen mesehagyományban hagyományban az egér és az elefántnál pont az a szitu, hogy az elefánt megijed az egértől. Tehát ez az a mese fordulat mindig, hogy a, a kidrülő az elefánt, a nagy elefánt, hát kicsit oktondi és félettől a kis egértől. Ő az egér és az oroszlán viszonyát keveri össze, ami a mesékben általában úgy van, hogy az oroszlán az egeret, hogy mondjam, dominálja, de hogy például, hogyha bele akad a szálka a tenyerébe, akkor az egér húzza ki neki. Tehát ez egy ilyen klasszikus mesei fordulat. Azért itt Orbán Balázs, most, vagy nem tudom, hogy ő ismeri ezeket a mesekincseket, vagy tényleg csak véletlenül, vagy a vagy tényleg a nyelvi akadály, de hogy valahogy nekem az is ilyen érdekes, hogy azért hogy itt konkrétan, hogyha ugye azt vesszük, hogy ismerjük ezt a mesekincset, akkor most Amerika lelet kis bugyuta elefántozva, és a, a kis egér meg hát hogy mondjam, egy dolog, amitől félni érdemes? Hát vagy, <laughs> vagy itt az alázatos elefánt belátja, hogy az egértől is van mit tanulni, és tanácsot mm. kér az egértől, vagy ha az oroszlános példa, akkor a nagy Oszlánnak a mancsába ugye igen, és megkérje megkéri a kisegeret, hogy mi lenne a segíteni ezt kihúzni. Ez egy valóság, tehát mondom, ez lenne a jó analógia. Igen, és nekem itt eszembe jutott egy svájci nemzetközi jogász és filozófusnak Emerde Vattelnek egy mondása, amit kiírtam, ami úgy szól, hogy az erő vagy gyengeség semmit sem számít. A törpe ugyanúgy embernek minősül, mint az óriás. Egy kicsiny köztársaság nem kevésbé szuverén állam, mint a leghatalmasabb királyság. Mm. És ugye a geopolitikában ugye kétféle iskola van, azt lehet mondani, ez, ami arra alapszik, hogy minden ország függetlenül a méretétől szuverén és tiszteletben kell tartani a határait, meg azt, hogy azon belül mik történnek, és akkor van ezzel szemben ez a klasszikus realista, mint például a Kissinger, mm. aki meg azt mondja, hogy itt vannak a nagyhatalmak, és akkor a nagyhatalmak osztják le, hogy a kicsiknek is milyen mozgásterük van, illetve hogy milyen tömbökbe tartoznak. És Orbán Viktorék politikájában nagyon érdekes megfigyelni, hogy ők mindig ahhoz igazítják igen. ezt, hogy ők hogy kivel, kivel beszélnek, hogy milyen témáról. Igen. Például Ukrajna ugye nem szuverén, Ukrajnát mi támogatjuk, Ukrajna nem saját maga döntési potenciájában van. Nem ő így a háborút, hanem valójában a nagyhatalom, Amerika. Igen, és amikor a béketárgyalásokra kerül sor, akkor viszont a klasszikus realista ö, mm. érvelés ö, jön szóba, amikor Bidennek és Putyinnak le kéne ülnie tárgyalni. Viszont, ha Magyarországról van szó, akkor ez a nemzetközi jogász által is alátámasztott ö, szuverén Magyarország mindennel kapcsolatban szuverén, pofázon itt bele senki abba, hogy mit csinálunk. Mi persze belepofázunk más országoknak a tevékenységébe. Mm. Svédországba, tantervbe se tegyenek bele egy ilyen 10 perces oktatóanyagot, ami nem tetszik nekünk. Ez ez maga a svéd oktatás szuverenitásának a megsértése, mm. úgy gondolom. Orbán Viktor itt Kissingernek gondolja magát az ilyen helyzetekben, más helyzetekben, meg svájci nemzetközi ez, jogásznak és filozófusnak. Ez nagyon jó példa ez az oktatás dolog, mert amikor meg Oroszország teszi bele az ő tankönyvébe, hogy azért az a, az, az ellenforradalom, az mégsem úgy volt, vagy ez egy ellenforradalom egyáltalán, tehát hogy az egy, az egy, hogy is mondjam, egy ilyen bújtogatás. Egy, egy fasiszta felkelés. Egy fasiszta felkelés, akkor Azért nem, nem, nem hallottam még ilyet, hogy így szedjék ki azonnal. Akkor az van, hogy a nagy Oroszország azt mond, amit akar, és mi nem mondjuk meg nekik, hogy milyen tankönyvből oktassanak. Elképesztő, és tényleg itt látszik az, hogy így tök jó, hogy itt beszélgetünk ezen a csatornán, meg tényleg én nagyon szeretem, hogy hogy te sokszor elemzed az Orbán Viktor beszédeit, meg az Orbán Viktor jó reggelt Magyarországgal, de hogy, de hogy tényleg az van, hogy annyira semmit nem jelent ez a kommunikációs tér, Sokszor, vagy én ezt érzem, váltogatni lehet egyszerűen. Mm. Mikor azt kell mondani, hogy Magyarország szuverén, mi is egy ország vagyunk, de most meg azt kell mondanunk, hogy hát nem mi a kisegér vagyunk, azért nem úgy van az ám, hogy mi majd szólunk az oroszlánnak, vagy az a elefántnak, de azért meg, amikor a présember jön, akkor meg azért mondani lehet, hogy hát a présember most itt ne préselgessen. És még egy ilyen, ami nekem egy kedvencem, és ezt a csunderlik Pétertől hallottam a, a, az önkényesből, szerintem az, fan, fan, az összes csunderlikes önkényes az. A legjobb. Végre van egy történész a műsorban. Fantasztikus, és ő mondta, hogy még azt érdemes megfigyelni, hogy hogy mikor idealista és mikor materialista az orbáni retorika. Hogy ugye van ez az idealizmusa, hogy hát a, a, a mondjuk a, a családért való szavazók, meg a családért kiállók, hát azok többet érnek, hogy a nemzet így van többségben, hogy van egy ilyen ideó, hogy hát a nemzetvédők azok mennyire fontosak, meg hogy védjük meg a határainkat, mert hogy nekünk van igazunk, és, és, van egy ilyen retorikája alapvetően ennek az újfajta értelmez. Nem is, ez nem is annyira újfajta, ez egy ilyen történelem látásmód is, de hogy amikor viszont jön a kérdés, hogy hát mit Ukrajnával kapcsolatban mi a magyar álláspont, who has more boots on the ground, uh -huh, ugye? Uh -huh. Tehát, hogy ott már nem az számít, hogy egy Ukrajna, aki védi a hazáját, mégiscsak egy egy erkölcsi fölényben van, egy idealizmus, egy, egy, egy hazaszeretet az, ami, ami úgymond felemeli ezeket a katonákat, nem, hát ott a boots on the ground, hát most ez egy materialista képlet csak. Igen, és de itt is még Orbán Viktor egy ilyen logikai bakugrással meg tudja ezt azzal fejelni, hogy itt is a magyar idealista érdekeket képviseli mm, ő azzal, igen. hogy tök jó lenne, ha a gazdaság újraindulna igen. Oroszországgal és nem lennének ezek a fránya szankciók, mm. amiért egyébként szenved egész Európa is el fog bukni. Még ezt meg lehet fejelni Szerintem. ennyivel, de, de abszolút és csunderlik nem. Irán, csak a legnagyobb tisztelettel vagyunk abszolút mindannyian. Meghajlunk. If the people are behind you, you have to convince them to be on board with you and then you have, will have the chance to, to bring change. And do you basically just ignore all of the noise? I mean the Prime Minister's office is literally about 30 feet that way. I don't think he's in the building at the moment. Uh... Nekem, Nekem van Viktor. nehéz ignorálnom ezt a sok zajt, a felvételbe, de igen megpróbáljuk és próbálunk a tartalomra odafigyelni. De hol van ilyenkor Orbán Viktor? Miért nincs ott? A hát ez jó a kérdés, kérdés. kérdés, ez jó kérdés. Mert máshol dolgozik biztos a parlamentbe vagy nem tudom. Vagy egy disznóvágás van? Hát vagy foci meccset néz, és szotyízik éppen Csányi Sándor. but you know when i when i tweet that i'm coming here or i retweet you i get a certain amount of oh it's fascist and they're mean and blah 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 and i look at it and i then i just keep meeting pleasant people and seeing what's actually happening on the ground i mean do you just do you just basically ignore the noise and just go ahead as a you can not orbani politika hogy gáncsoskodókkal nem foglalkozni ignorálni minden kritikát és csak menni előre építeni az országot és itt magin az a narratíva jön fel hogy Orbán Viktort fasiztázzák, meg diktatúrázzák, és ez nagyon rossz a, a definiálása már ennek a rendszernek, és én ezért tartom egyébként fontosnak mindig definiálni mi is az Orbán rendszer, mert az ilyen nevezékekkel nagyon félre lehet mm. menni, és erre tök jogosan mondhatja egy Dave Rubin, vagy Orbán Balázs, vagy akármi, hogy hol van itt diktatúra egyébként, itt szavazások vannak, itt mm. mindenki azt pofázik, amit akar, mi is azt pofázunk, amit mm. akarnak, és nem jön értünk a fekete volga, és ez mind teljesen igaz, csak ugye ez még ettől még nem demokrácia, teljes értékű demokrácia. És azzal, hogy felcímkézzük ezt fasizmusnak, meg diktatúrának, mint mondjuk a DK csinálja, meg Dobrev kláráék, oh, azzal egyrészt elinflálják a diktatúráknak a fogalmát, másrészt nem értünk ezzel által meg többet Orbán Viktor tevékenységéből. Mm. Na, teljesen egyetértek. Még arra akartam itt felhívni a figyelmet, hogy hát érted? Dave Rubin ő eljött, és hát csak nagyon kedves, kellemes emberekkel találkozott, hát ő nem is érti, hogy hogy lehet azt mondani, hogy hát ezek milyen rossz emberek, és, és, és fasiszták, meg ilyenek, hát, hát, ő csak, csak kedves, mosolygós emberekkel kezet fogott mindenki, nagyon kedvelte, tap, megtapsolták, ugye már ezt is tudtuk. De ugyanezt mondja egyébként Dennis Rodman, aki összehaverkodott Kim Jong-unnal Észak-Koreába, <laughs> őt is meghívták Igen. oda, udvariasan megvendégelték, beszélgettek vele, elképesztően Udvarias volt maga ez a nemzetvezető is, prosperitást látott mindenhol. Jó, hát kicsit kevesen voltak az utcán, meg ilyen szimpadias volt néhol kicsit, de, de ő nagyon jól érezte magát, és nem is érti, hogy mi ez a diktatúrázás, meg hogy miért kritizálták őt a médiában. Ez elképesztő, szűklátókörű gondolkodás ez. De jó, mondjuk egy Denis Rodmentől nem is várunk többet. És a Dérubentől többet vártál? Én többet? Igen, hmm. igen, abszolút ah. persze. Hát ő csak egy, egy gondolkodó politikai kommentátor és egy, oh. ö, egy értelmiségi. Hát de... Dennis Rodman meg egy, egy idióta. Mi volt a beceneve a, a pályán? A csótány, vagy a patkány, <laughs> vagy wow. valami ilyesmi. Ezt nem vágtam, ezt nem tudtam. De van egy ilyen effekt is amúgy, ami, ami szerintem tényleg a, például a is nagyon látszik, hogy tényleg nagyon normális, nagyon felvilágosodnak, nagyon jól gondolkodó, csavaros részjelesú emberek egyszerűen, amikor beleállnak ebbe a reakciós helyzetbe, akkor, akkor ide nagyon kiszámíthatóvá válik, hogy mit kell mondaniuk, mert reakciós az egész. Tehát, hogy ha valaki el kezd reakciósan politizálni, vagy reakciósan helytelni a médiában, akkor onnantól forgatókönyvszerűen kell mondja ezeket a paneleket, sémákat, és én Dave azt látom, hogy hogy tényleg amúgy abban igazad van, hogy egyébként itt van, van kognitív erőforrás a csávónak, de hogy nulla kihasználása van ennek, hanem hanem most már egy teljes ilyen lustaság, tunyultság, és az van, hogy így, hogy így a lehető legkönnyebb panelt így, így durogtassuk el gyorsan. E, meg és... ő is beállt egy oldalra, egy törzs gondolkodás így. mentén, és abból kilátni ezek után nagyon nehéz. Igen, és mondom, kényelmes, tehát biztos vagyok benne, hogy hogy könnyebb így így élni, meg, meg nem kattogni egész nap ezeken, hanem ilyen nagyon könnyű recepted van az életre, meg a, a dolgokra, de azért, hogy mondjam, ez advantage somewhat wish yeah absolutely tell me tell me what yeah give me one thing yeah, that, that one we thing. should do if we have a little is, fresh time today. yeah right here absolutely stunning it's a it's a gorgeous gorgeous <laughs> thing that, uh, it's 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 about hungarian sovereignty because uh, it was built more than 120 30 years ago and back at that time there was a competition among the architects that what kind of building should be uh, should be built and um, and the, there was a commission which made the final decision and as you see this is this is the only neo gothic style of building in town all the other ones are just now neoclassical and car machines they That the Hungarian Parliament Building will have the same architectural style as the Vienna uh -huh. government buildings, because they were Neo-Renaissance buildings. So that's the reason why they went to that direction, because they wanted to have an independent, a different, a, different, a sovereign decision. So they. Were... Na ez nagyon érdekes, amit mond, hogy azért épült ebben a stílusban a parlament melyik stílusban? Neogótikus. neogótikus azért, egyébként nincs több neogótikus épület Budapesten, azért épült ebbe a stílusba, mert el akartak különbözni Bécstől, és attól a birodalmi gondolkodástól, ezért ebben is megmutatkozik a szuverenitás a Magyarországnak, ami egy nagyon nagy baromság. Ez egy ilyen reakciós dac-politika, amiben semmi elképzelés nincs, hogy nekünk milyen várost kéne építenünk, hogy mi kik vagyunk, hanem ha ők azt csinálják, igen. akkor mi arra fogunk Menni, és miatt azt az irányt fogjuk követni. Ez szerintem borzasztó, és az is borzasztó, hogy erre olyan büszke Orbán Balázs. Szörnyű, igen, én is ugyanezt akartam kiemelni, hogy a ezt szuverenitásnak nevezni, hogy igazából egy olyan függvényt írtál, hogy x egyenlő mínusz x. Tehát, hogy ez a, ez, a, ez a szuverenitás, hát gratulálok Orbán Balázs értelmezésének, de egyébként én még utána néztem egy dolognak, mert mondom, én azért ezeknek az urban legendeknek kicsit szeretek utájárni, mondom, nem biztos, mm -hmm. hogy ez ennyire szép, és tényleg nem ennyire szép a történet, mert hogy ugye Steindl Imre, aki csinálta ezt az épületet, és hogy egyébként ő, ő, ő rossz nyelvek azt is mondják, hogy egyébként nem is nagyon tudott magyarul, mert hogy ő Bécsben tanult, bécsi mestere volt, és hogy lehetséges, hogy volt-e mögött egy ilyen eh, politikai koncepció, én erre amúgy nem találtam annyira uh, hitelt érdemlő dokumentumot, de mondom, nem néztem már nagyon sűrűn után, csak hogy ez csak egy importáró, és egy. Import szakember, és értem, hogy Imrének hívták, de nem tudom, azért szerintem nem teljesen, én inkább ezt egy ilyen urban legendnek látom, ami nagyon de szép, ha, romantikus, de, ha de ilyen városi legenda, akkor is ugye ő ebből kovácsolja most az identitását Abszolút. Orbán Balázs, és és ugyanolyan érvényes, és ugyanolyan érvénytelen az, igen, igen, <laughs> hogy az uraításod az, hogy minus x. Igen, de ha a most ez a kritikánk érvényes, vagy gondolom, hogy érvényes, ja, vagy ja. szerintem az. Ezt a csorbát, Orbán Viktor már ö, kikanyarított, hogy hogy mondják ezt, ugye a Puskás stadionnal, amit ugye Makovec imre tervezett, Igen. és ott már ilyen autentikus Igen. magyar stílusban lett megépítve oké, hogy annak nem tudjuk, hogy miköze van felcsúthoz, vagy hogy hogy illik oda be egy ilyen építészeti remek. Mivel egyébként csodálatos az a stadion, nagyon szép, csak az egész kontextus, meg hogy tényleg megint, megint azt érzem, hogy Türkmen basánál épült egy, egy stadion. Ez, ez olyan szörnyűséges, hogy én akkor amúgy, úgy, mint, mint művész, tényleg meg, egy ilyen gyönyörű, gyönyörű. És a Kassai ez Lajosnak is ő tervezte a bölgyében az épületeket. Ez a, ez a nagyon lehangoló. Ez, ez... És ez annyira nyomorúságos, hogy tényleg, mintha nem tudom, fognád, és a da Vinci csinálna egy McDonald's-reklámat, vagy valamilyen mm. ilyen, ilyen annyira nemtelen és annyira a géniuszhoz nem illő, egy ilyen undorító politikai uh, uh, mahináció. És az, ilyenek, és az ilyeneknél érzem azt, hogy amúgy amúgy basszus, mennyit ez az egész retorika erről, hogy így a nemzeti kincseink, hogy a nemzeti együttműködés, hogy hogy közös gyökerek, közös értékek, és hogy ilyenkor így keresztbe húgyozzák a nemzeti értékünket. De tényleg, Egy, érted, olyan, olyan célokra használják, olyan nemtelen pillanatnak élő célokra használják a, a, az időtlen géniuszokat, ez szörnyű. E, 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 engem nekem ez felháborít és sért, mint, 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 magyar ember egyébként. There's a lot of new things going up, so that oh, that, Cimo that, Cimo that proves Cimo it right the there, right? and the soccer stadium. So these are the, this is a triangle. Igen, ez nagyon jó, nagyon jól megfogalmazza egyébként itt a nemzeti háromszöget a városban, hogy a bazilika, ami ugye szerintem a politikai ideológiát adja meg, van a parlament, ami ugye a politikai erőt testesíti mm -hmm. meg, és van a stadion, ami az igaz magyar vallást, mm -hmm. a futball testesíti meg, mert Magyarországon nem a kereszténység a, val a valódi vallás, hanem a futball. Igen, én, én a Szentháromsággal hoztam ezt egybe, hogy a stadion a test, a parlament a szellem, és a bazilika a lélek, de ez valójában mindegyiknek a hiánya, ez a rendszer. <laughs> és amúgy elképesztő ez a, ez a triangle, és hogy kicsit még az is eszembe jutott, hogy ember most jövök a templomból, ez a bazilika, mm. a boldog karácsony, mint a parlament, és nem tudom, a foci vetsen, az Abszolút. meg a, a stadion. Csodálatos. <laughs> Na és akkor Rod Reher, a másik delikvensünk róla, mit érdemes tudni? Hát ő egy ilyen teljesen lényegtelen, konzervatív kolumnista volt az Egyesült Államokban, aki itt most Budapesten él már néhány éve a Danube Institution-nek a foglalkozásában, hogy itt ellesse a nagy trükköket, amit egyébként a Battyányi Alapítvány támogat, a mi adófizetők pénzéből, igen, jó dolgokra is megy a pénzünk, mindenki nyugodjon meg, és annyit érdemes, erről tudni, hogy ez nyilván azért jött létre, hogy így a magyar-amerikai kapcsolatokat ápoljuk, és Rod Reherről igazából szerintem csak annyit érdemes tudni, hogy az ő édesapja a 60-as években a Ku Klux Klánnak volt az egyik vezetője. Ez, és ez Sok mindent el is árul róla. Nyilván az apák bűne nem száll át a gyerekekre, de azért itt, itt látni, hogy a Gress Roots az honnan is ered, ugye, ha már itt a gyökerekről volt szó. Nagyon jó. Ezt, akkor tehát a magyar adófizetők pénzelték azt a csodálatos piros zsebkendőt. Igen, a a... meg a szép óráját is, meg ezt Tök az jó. ízléstelen kockás ingét Tök is jó. az úrnak. Hát, elég undorító, mit nem mondjak. Egy másik dolog, amit még így előjáróban akartam, hogy én meg egy kicsit utána jártam a, a könyvének, ugye, ami az apropója ennek az egésznek van, ez a a könyv a, a Live Not By Lies, ne hazugságok által élj, ezt nem mm -hmm. lehet magyarra, mert itt direkt a szó tehát a, a szó sorrendel játszik egy kicsit a szerző, nagyon érdekes módon, de képzeljétek, van egy videó két órás a, a Jordan peterson a podcastjébe elment a Rod Reher, és ugyanezen a címen ők nagyjából átrágták a könyvet, és ahogy én megértettem, itt az az ő tézise, hogy van egy ilyen úgynevezett kemény és puha totalitarizmus. És a kemény totalitarizmus az minden, ami ilyen felülről jövő, ilyen fentről lefelé lenyomó, ilyen tényleg ez a Stálini, ez az mm. 1984-es típusú. Ez a klasszikus 20. Diktatúrán. századi diktatúrák, igen. ami erőszak alapon működött. Így igen. van, így van, és hogy ezzel szemben meg az ilyen puha, soft totalitarianism, ez meg olyan, hogy ez lentről csírázik felfelé, és hogy így beleeszi magát a, a, az emberekbe, és hogy így egymás között terjed, és ő inkább azt mondja, hogy ez olyan, mint a Huxley-nak a, a szép új világa, egy kicsit, és hogy ez, ez egy ilyen elkényelmesedéssel is jár, és hogy amit még ő itt állít, hogy ő nagyon sokat beszélgetett ilyen különböző menekültekkel kelet-európából, akik a 1950-es években átmentek Amerikába, és hogy mindenkitől ő azt hallotta, hogy azért volt mindenki partner a a, a Szovjetunióval, meg hogy ez az egész ilyen szovjet leuralásban, mert hogy alapvetően már mindenki fáradt volt a második világháború után, már nem akartak semmit se csinálni, és tulajdonképpen egy ilyen tanult tehetetlenségi állapotban úgy voltak vele, hogy jó lesz az is, ami nem jó, tehát ez ez a, a megalkuvásnak a háttere, és Annyira érdekes, hogy két intelligens ember jó, most a Rodri, de akkor legalábbis a Peterson mondja mint. De... Ő is egy értelmes ember, most mondhatjuk. Jó, mondhatjuk, hogy akkor egy tanult ember, meg egy, én, én tényleg azon, hogy Peterson egy, egy, tényleg egy csavartészjárású ember, aki, a, aki legalábbis nagyon-nagyon okos dolgokra tapint rá. Ők beszélgetnek erről, Kelet-Európáról, a kelet-európai tanultehetetlenségről, és hogy minden mellett meg képesek megenni ezt az egész urbanizmust, és nem ismerik fel, hogy basszus, ugyanez van az Orbáni uralom hátterében is, mert nem látják ennek a hátterét, mert nem, nem úgy beszélgetnek ezekkel az emberekkel, mint ahogy ők az 1950-es évek menekültjeivel, mert hogy valójában az a, az a durva az egészben, hogy ugyanez a lustaság, tanultehetetlenség és politikai apátia ugyanez van a mögött, hogy miért van most már együttműködés, és hogy miért uh, tulajdonképpen korrumpálható Magyarország egészen a grassrootsig, mm. uh, és alkuszik meg minden pillanatban. És ezt nem ismerik fel ezek a nagyon okos emberek. Nehéz lehet ezt belátni. Lehet, hogy nem akarják felismerni, és ők csak azokat a mintázatokat keresik itt Kelet-Európában, amivel tudnak azonosulni, és amihez van valami hozzáférésük, a vók meg. Jó, hát a Rodriher esetében ez a Battyányi Alapítvány, amihez van hozzáférése, és ő több ő, nem is érdekli igazából. Nézzük ezt a jó embert. Nézzük. A As are out in about seconds, your accent is not Hungarian. So what brings a guy like you to a country like this. Money. Well, I, I see the political future of conservatism in America is being worked out here in Hungary. In Budapest. és ez Amúgy olyan hangok vannak a háttérben, mintha rabszolgák lelennének a láncolva, és ők dolgoznának itt, nem? Így a láncok csak csörögnek. Igen, igen, tényleg ilyen Csenguán jellegű. De, de durva, most bocsi, ezt nem néztem meg, hogy ezek kb. ugyanakkor készültek, ez a két videó? Persze, gondolom egy aha, nap készültek, ja, ja, ja. igen. Amikor eljött a Rubin riportolni Magyarországról, hogy itt van egy ilyen helyi vezető pozícióban lévő politikai direktor, az Orbán Balázs mm. meg itt van egy ilyen amerikai értelmi. Igen, Aha. Egy, szakértő. egy szakértő. majd meglátjuk, mm. hogy mennyire szakértő ő. I first came to Budapest around 2018 on a book tour. But also, I came a year later to do research for my book, Live Not by Lies, mm -hmm. which is about the message best, yes. that Again. people who survived communism in Europe, Soviet communism, the message they have for us in the West today about the new, softer totalitarianism that they see emerging and uh, they're so sensible in this part of the world and they really know to use a phrase what time it is mm -hmm. so uh, i thought you know what, what time I'm it live is live here and can learn what like i can from dog? these people mm -hmm. and try to bring the lessons that I've learned about politics and about culture and the fight we're in to try to make it better known to my own people no. back in America plus it's just a great place to live <laughs> well the view ain't bad from up here ain't bad what is it hát, A Skruton KV házba gondol a modajár, a várban nagyon illusztris helyekre lehet hogy kap belépést a Tiborcnak, majd a Gentleman Clubba, de abban tudja, nagyon reméljük, tag lesz nagyon biztos benne, igen. Mm -hmm. Specifically though about Hungarians or Hungarian culture that seems to be leading this because there's obviously plenty of other countries bordering right here that maybe aren't doing it quite as yeah. well. There seems to be something happening right here. The difference is Viktor Orbán, the prime minister here.

vezető ellenzéki párt is ugyanezt mondja, mint egy olyan amerikai, akinek semmi köze nincsen Kelet-Európához, azon felül, hogy őt ilyen illusztris emberek körbeutaztatták Lengyelország, mit tudom hol, mit tudom hol, és akkor a lazacos szendvicseket, meg a pesgőt ő, tolta be két pofára, azon kívül tényleg semmi hozzáférése nincs ehhez a kultúrkörhöz itt. Igen, hát ez is egy olyan gyarmatosító gesztus a DK részéről szerintem, és ugyanakkor meg egy önlegitimálásnak is egy alapja, hogy így lehessen azt mondani, hogy hát én egy diktatúrában harcolok tulajdonképpen. Mert hát igen, ez 1988-ban Orbán Viktornak bejött, és ugye mindig retrózni kell, ez, ez, az egy, amit megtanulhatunk Magyarországról, a retro rádió hazájából. Jaj, de nyomasztó tényleg. Mm. That was the I had the first time I came here in 2018. Was here to speak at a conference on religious liberty. After the conference was over, we were told that the prime minister would like to see meet some of the speakers. I went in there thinking it was going to be a meet and greet, shake shake hands with him, hear a few canned phrases, and off we go. That man spent 90 minutes talking to us, taking our questions in good English. He was warm, he was funny, and. He Good. Cool. Jó, Orbán Viktor, jó. When I invite Americans over, I meet like meet you coming over here. If you meet Orban or if you spend any time in Hungary, you realize he is not, and this country is not what we're told. And in fact, this guy, I think, sees the future for the right. It's so interesting because the way that's it. <híts> van egy ilyen dolog is, hogy tényleg aki, akivel is szimpatizálsz, azt nyilván, hogyha hallod beszélni arról, amit ben egyetértetek, az egy ilyen jó érzéssel tölt el, és nyilván most, hogy mondjam, azért Zoli, mi is tök sok minden egyetértünk, szeretünk is így beszélgetni egymással, de hogy most, te, hogy mondjam, ez nem jelenti azt, hogy akkor, akkor én, én, én ez azt más mondani, hogy, igen, meg nem fogom szerintem, mondjuk azt fogom mondani, hogyha, vagy Zoli mondjuk azért gondolom egy jó YouTube csatorna felületnek a Zoli csatornáját, mert hogy egyetértek vele. Tehát, hogy ez kb. erről szól, hogy a, a azt mondja, hogy azért jó Orbán Viktor, mint politikus, mert olyan dolgokat mond, ami nekem szimpatikus. Kb. ezt mondja egyébként, hogyha így tényleg bele gondolunk és, és, lenézzünk a mélyre. Meg nyilván azt, hogy vicces. Egyébként itt még azt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy amerikaiak iszonyúan szeretik ezt a, hogyha, hogyha valaki így vevő erre a small talk dologra, és hogyha így, így mm. beszélget velük, és így tényleg nyitottam megy oda. Én egyszer voltam nem is olyan régen San Francisco-ban, és ott vettem azt észre, hogy tényleg az van, hogy, hogyha egy amerikaihoz így külföldiként oda mész, egyből levágja, hogy külföldi vagy nyilván, tehát akcentusban meg minden, és elkezdesz vele így small hát kenyérre lehet kenni onnan, mm. egy amerikai nagyon örül neki, nagyon élvezi, ő is nagy partner benne, és hogy tényleg azt látom ebben is, hogy, hogy ugye mondta, hogy volt Lengyelországban is, meg itt a régió többi országában, én el tudom képzelni, hogy, hogy egyedül az Orbán volt ez a joviális figura, aki tényleg ilyen nagyon sokat smoltolkolt, meg viccelődött ott velük. Tehát azért Orbánnak ezt te mondtad az egyik videódba, és ezt én, én nagyon egyetértek ezzel, hogy Orbánnak van egy ilyen, már-már ilyen zelig típusú kaméleon képessége, hogy így valahogy minden kultúrkörnyezetben hirtelen idomulni tud, és megtalálja azt a szóhasználatot, megtalálja azt a attitűdöt. De szerintem a jó értelembe vett hozzáférése az emberekhez. Ez Egyeket nem egy igen. ilyen Machiavellista álca, hanem ő tényleg megérti Nagyon a szót jó. mindenkivel. Igen. Ez abszolút egy pozitívum Orda, Orbán Viktorra kapcsolatban. Nem, tehát tehát valószínűleg így emberként meg mondjuk így haverkodni, szinte biztos vagyok benne, hogy így nehéz lehet mondjuk egy ilyen interperszális helyzetben ő rá így, így haragudni. Tehát vannak mm, ilyen emberek, akik egyszerűen, kenyerekennek téged, jó, mert... Jó lehet vele beszélgetni, az egészen ez biztos. Tehát ez egy, biztos. Joviális, egy joviális, egy figura az Orbán Viktor, és nyilván ezt az amerikai itt, ezt levette a lábara. Hát látszik, hát Rodri hát majd, nem szerelmes ebbe az emberben. Minket is levet volna a lábunkról, ha, ha, lenne <laughs> alkalmunk beszélgetni, mert ez biztos. Hát egyszer eljöhetne. Ja, meghívjuk majd hivatalosan is. Uh, he was talking about how The virus, he calls it a virus, of wokeness, of gender ideology, of open borders migration. Megérkeztünk, igen. Mm, Itt vagyunk. A woke elmevírus, ugye ez így, így, lépett be a, a magyar köztudatba. De, de, ez is, én itt igazából inkább azt szeretném mondani, hogy, hogy valahogy ez is egy ilyen, annyira egy ilyen öngyarmatosító gesztus, és hogy annyira egy, egy ilyen importált ö, beszédtéma. Ez Magyarországon valójában nem, nem, kérdés, ez nem téma. Ilyen szempontból igaza volt Dave Rubinnak, amikor kérdezett, Ugye ez is érdekes, lehet úgy igazat, hogy kérdezel, hogy Orbán balásta azt kérdezte, hogy de hát akkor itt nem is annyira radikális a baloldal. Igen, tud, tud, tudjátok miért? Szerintem ez azért van, mert és ez a Jordan Peterson Rod Reharben volt, hogy azt mondja a Jordan Peterson, hogy, hogy Amerika az mindig is a progresszről szól. Hogy az egy ilyen, az egy progresszív társadalom, egyszerűen egy késői születésű fiatal nemzet, ami folyamatosan haladásról, ugye nekem erre a kedvenc példám az a Westernekben a vonatszimbólum, ami hmm. szerintem nem iszonyú jó a Jellemzi azt, hogy tényleg ez a mindig robogjunk, robogjunk előre, SpaceX, lőjük ki a kocsit, menjünk a holdra, mit tudom én, tehát ez a, ez a progresszivitás. És hogy ezzel szemben viszont Magyarország az, az abszolút egy ilyen gyökereihez ragaszkodó, egy ilyen nagyon kicsit Fél boson. a változástól, mm -hmm. minden változás egy rosszabb időt hozott el mindig. Nagyon jól mondod, azt akartam még mondani hogy egy kicsit busongó, hmm. ilyen, ilyen, ilyen visszarévedő nemzetkép, és hogy nyilván ebben a, a nemzetben, amikor megterem mondjuk a progresszivitásnak a, az igénye, vagy a progresszivitásnak az ideája, az nem ugyanúgy fog megjelenni, mint a vasút hazájában tök más kép. És éppen ezért ez a vókság is itthon, ez nincsen. Tehát, hogy szerintem azért, hogy mondjam, a nagyon elvetemült balliberális, ilyen tényleg ez, a, ahogy szokták mondani, a körúti belpesti fiatalság. Tehát, hogy ezen a körön kívül szerintem senki nem ért abba például ilyenekbe, hogy, a, hogy a, az ovodásoknak a, a nem váltása, vagy hogy, hogy teres férfi szüljön. És nyilván ő, ő, ilyen horror dolgokra gondol a vókelme vírus kapcsán, amikről tényleg azért lehet találni, hogyha Amerika amerikai sajtóban is direkt az ilyen trigger címeket Igen, keresed. és akkor az amerikai sajtó szalak címein keresztül lehet a magyar Igen, köznyilvánosságot Igen, is ementén tematizálni, Igen. és akkor mindjárt egy valós, vagy vélt félelmet lehet kelteni az emberekből, inkább vélt félelem, és hát erről szól ugye uh -huh. az egész Orbáni politika. És én el tudom képzelni, hogy a 300 milliós Amerikában tényleg van annyi ember, hogy ez azért, ennek tudják hallatni a a hangját. Ja, a a hangját aztán, de... tudja hallatni, de ott se gondolom, hogy egy ilyen nagyon akut veszély lenne ez. Szerintem ott az a nehéz, hogy, hogy azért sok ilyen médiavezetői pozícióban tényleg, ténylegesen ez a, az ideológia áll, és hogy és nem azt látom, hogy most ezek ki fogják mosni az emberek agyát hosszú távon, hanem inkább azt látom, hogy, hogy ez egy kultúra rontó dolog, hogyha, hogyha ha úgy állunk az alkotáshoz, meg mondjuk a, a, filmművészethez, meg a, a akár a könyvkiadáshoz, hogy akkor azt egy politikai uh, ukász mentén uh, prezentáljuk. És én azt gondolom, hogy azért ez, ez, nem csak itthon jellemző az illibri világában, hanem, hanem ott is abszolút, de ott inkább a vók De ez Magyarországon mondom, ez nem is sú, tehát ez nem kérdés, nem, ez, ez nem így yeah. van. That's pure Orban, and it's the only thing that's gonna work. Yeah. Where do you see uh, the, the pushback here? Uh, I've been trying to figure out, you know, it's very easy for me to diagnose what's going on with our left in America. It's mm -hmm. sort of, it really has become radicalized, and I wish there was a good left uh, that we could debate with, honestly. It just doesn't seem <laughs> to exist. It, it, what's the sort of temperature on that here? Yeah, uh, it's, I, I hesitate to, to speak too boldly because I don't speak Hungarian yet. And uh, so I, I miss a lot of the nuance in the local debates, but generally speaking, the left in Hungary is run by a man named Drissan. just at the time of the fall of communism, was ahead head of the communist youth league. He still the the. A staffer Orbán is benne volt a kisben. Nem fontos, nem Milyen, fontos. Nem volt fontos, mindegy. Big guy in left wing politics here. And by the way, seven years after the fall of communism, this guy became one of the richest men in Hungary. Funny how that happened. You don't say. You don't yeah. say. Left wing politics, hogy a Gyurcsány az egy szélső balos figura, hét évvel a rendszerváltás után nagyon gazdag lett. Na nem mondod, yeah. arról nincs hogy most Orbán Viktor egy tízszeres vagy százszorosan uh, kiterjedt és gazdagabb vagyonnal rendelkezik. Ezt már nem teszi hozzá Rod és nem is akarok itt belecsúszni a vatabáutizomba. Yeah. Most yeah. itt Jó Gyurcsányról van szó, beszélünk Gyurcsányról, és egyébként ő jól látja a magyar ellenzék helyzetét. Itt van egy Gyurcsány, aki rohadt gazdag, és ennyi. Itt egyébként többet nem ilyen, is érdemes igen, tudnia igen, a magyar ellenzékről. Nyilván, ez is több egyébként, mint amit így szoktak tudni akár ilyen külföldi kontextusban, ja. de de hát igen, az, az durva, hogy azért a, a nüanszai megint csak mennyire nincsenek meg ennek, meg a, meg a finomságai, hogy így nyilvánvaló, az is látszik, hogy Rodréher honnan informálódik. Tehát ahhoz képest, hogy megkérdezett egy csomó 1950-es menekültet, azért amikor a mai Magyarországról beszélünk, Nekem nagyon gyanús, hogy ő csak fideszesekkel beszélgetett. Nyilván, erről. nyilván. Hát, nyilván csak, hogy érted, ez, ez azért olyan, hogy hogy akkor ő hogy kapott erről az egészről a teljes képet. Bár itt lesz egy ezzel ellentétes állítás, ja. ami szerintem a legfontosabb Igen, az, mondat az lesz, majd menjünk tovább. Menjünk. Még. menjünk. and so a lot of the people who remember communism they're totally on orban's side because he was a very brave student anti-communist leader you can go on youtube and find this uh, video of a speech he gave in 1988 as communism was falling they were reburying a man who was a communist leader in 1956 at the time of the soviet invasion but he was a patriot and the soviets hanged him Imran was his name Orban, as a student leader, he's got a mullet and all that. He's totally 80s. Mm, totally he totally gave this 80s. Very brave speech control. in which he told the Soviets to get the hell out of their country. This was a time when communism was still ruling this country. Ez egyébként 89-ben volt júniusban, nem a úgy újrtemet, új és most erről beszél. De itt van egy korábbi marad. mítosz, igen, mm -hmm. 88-ból, amiről Tucker Carson is beszélt. Így van. Ö, ennek én utána jártam egy kicsit, mert amúgy nem pontosan tudtam. Ö, láttam ugye azt a képet, hogy viszik el, meg hogy leszorítják, ugyan, botta. nem tudtam, hogy pontosan mi történt. És ö, így történelmi kutakodásaim során rábukkantam egy 2006-os Kőszeg Ferenc cikkre, ami szerintem iszonyú izgalmas, és abból indultam tovább, mert hogy a Kőszeg Ferenc, azt írta, amit a puzsérék manapság mondtak az önkényesben, hogy ugye egy dolog, a, ami megtörténik a történelemben, az elsőre tragédia, másodjára komédia. Ezt egyébként Marx mondta, és tőle idézte Csunderlik, és a Csunderliket idézi a puzsér egyébként. <síthat> Innen látszik tök. a forrása a puszérnek, hogy <síthat> honnan veszi egyébként az információit, de igen. Igen, és hogy de, de hogy Kőznek Ferec 2000 ugyan ugyanerre gondolt, csak hogy puzsérék ugye arra gondoltak, hogy a mostani kordonbontó fekete gyűrék, Öh, egy minden, a Momentum, a, gelencsérék a gelencsérék inkább. inkább most már, öh, valahogy be, beragadt nekem a csávó, de hát annyira Nem hasonlítanak. Véletlen, igen. Öh, igen, és akkor, hogy az egy ilyen remixelése tulajdonképpen a 2006-os eseményeknek, meg az akkori kordonbontásának az Orbán Viktornak. De képzeljétek, a Kőszeg Ferenc 2006-ban azt írja, hogy ugyanezekkel a szavakkal, hogy tragédia, komédia, hogy Orbán Viktor önmagát remixeli. Hmm. Mert hogy 88-ban ő bizony ott volt egy ilyen kordonbontós eh, eseményen, ugyanúgy Kossuth téren vagyunk, és onnan vitték be őt az ötödik kerületi rendőr főkapitányságra, ahol pár órát volt egyébként a rendőr, eh, rendőrök kezén, és aztán kiengedték. Nagyon izgalmas, és ami még izgalmasabb, hogy azt is megtudtam, hogy akkor is volt egy tévészékház eh, előtti tüntetés. Tehát, hogy konkrétan az egész 2006 -e egy remix, és akkor, ami most történik, meg ami a hatházékkal történt az MTV székháznál, az a remixnek a remixze. tehát hogy mi? Elképesztő, elképesztő. Ez, ez istengező. Szinte, szinte már ilyen konteós ez a dolog. De ez létezik, <laughs> le, le lehet igen, követni. Igen. És, és nagyon, nagyon komoly, hogy ez így van. Tehát a tény az, hogy 1988-ban, márciusban volt egy jugoszlávi csúcs, ahol Gorbacsov már bejelentette, hogy a Szovjetunió tagállamai szuverenitást élveznek mm. é, innentől fogva, ez egy ilyen gesztus volt mm. az amerikai ö, kibékülés felé, meg a konszolidáció felé, és hogy erre pár hónapra rá, vagy nem tudom, x, ö, azt hiszem nyáron volt a... Nyáron, a, a, júniusban. A, akkor mondja el az Orbán ezt a nagyon durva ö, beszédet, ami, hát hogy mondjam, azért ennek fényében legalábbis megkérdőjelezhető, hogy mennyire bátor, és hogy mennyire egy dominó ebben a folyamatban, Uh, lehetséges, hogy egy dominó, de tudod, a, a, úgy szoktak lenni a dominók, hogy a legkisebb az dönti, 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 és akkor egyre nagyobb lesz, és én valahol az Orbánt így két nagy dominó között egy pici dominónak látom. De annak is el kellett dőlni. Yeah. most fontos, 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 tényező volt. volt. Ellen Ellen beszél, igen. The lucky thing for this country is they're completely disorganized. I was here last year, 2022, for the election, which uh, Orbán and his Fidesz party won overwhelmingly yeah. a landslide. And they weren't supposed to win. Living here in Hungary, knowing Hungarians, talking to ordinary Hungarians in the bar, the coffee shop, taxi. Na itt tudjuk, hogy végig hazudik ez az ember, mert azt mondja, azt mondta az interjú, elején, hogy ő nem beszél magyarul, és itt meg azt mondja, hogy ő beszél az átlag emberekkel, ugye a, a coffee shopokban, meg az éttermekben. Tehát az átlag magyar nem tud angolul, uh -huh. szóval ő nem tud beszélni az átlag magyarral, csak a pesti értelmiséggel, mondjuk ő elmegy a a Várnegyedből a Skrutomba, esetleg a Zoltán utcába, ott megbeszéli a kis izé, fideszes haverokkal, akik a parlamentből egy megfáradt este után lemennek egyet sörözni és beszélgetni, velük megbeszéli az ország állását, és gyakorlatilag ő, ő ezt tapintja le Magyarországból. Nem, nem tud beszélni egyszerűen a nyelvi korlátok miatt egy átlag magyarral. Szóval ez elképesztő a csávó, hogy ezt így betolja. many of them complained about this or that about orban anybody after 12 years gonna have sure. in power is going to happen but in the either. end it all came down to but of course i'm going to vote for him have you seen <laughs> the left. <laughs> because they're completely incompetent they had this guy who was their a guy named marky zoy he was their standard bearer in 2022 he gave this. Uh, this comment. He said, we're the true diverse coalition. We have communist and fascist in the coalition, which was true. Which was true. Itt volt a Márki egy elszólása, mert már két hete nem tudott kettő óránál többet aludni, mert ő csinálta az egész kampányt, és egyébként fonyódon volt egy ilyen elszólása, hogy velünk vannak ebben a koalícióban a fasiszták, meg a kommunisták is, és akkor nyilván rodréher a csak ezt hallotta meg az egész kampányból, és hát... Jó, de az azért... volt. Hát amúgy iszonyú kellemetlen, hogy ezen a Márkizajon még így e -e az amerikaiak is, szóval, hogy amúgy hát igen. az tényleg egy iszonyú kellemetlen kampányidőszak volt, és, és hát igen, Márkizaj tulajdonképpen nem tudom, mert egy hónapon keresztül azért tartott a kampány, lehet, hogy több is. Én már Szerintem több, Egy-két hónap mondjuk. Hát ugye nagyon későn kezdték el alapvetően is, de én úgy emlékszem, hogy az összes napon mindig ez volt a komment, két hete nem aludtam. Na, tegnap is csak két órát aludtam. Tehát, ja, egy biztos, te, biztos, így volt. biztos így volt. Folyamatos a zombiként mászkált, és mondta a hülyességeit. Ah, igazából innentől már nem nagyon kellemetlen az egész, és uh, jó, 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 hát igen, ez egy szomorú. Történt, ami történt. De jó, jó, hogy teszik, hogy kinevetik, amit ki kell. tell oh. you, I'd rather have that than the Republicans we have who are willing to roll over at every turn. And as much as uh, Viktor Orban loves Donald Trump, The huge difference between Orban and Trump is uh, Orban believes a lot of the things Trump does, but he also knows how to turn those beliefs into policy. He's got discipline and he's got political skills. itt szerintem teljesen igaza van Rodréhernek, hogy nagyjából hasonló dolgokat, nyilván Orbán Viktor sokkal szofisztikáltabban gondolkozik a világról, de neki megvannak az eszközei és a politikai potenciája ahhoz, hogy ezt véghez is tudja vinni, és egyébként már az Egyesült Államokban is kitermelte Trump ezt az emberarcú Trumpot, ugye a rondes nak a képében, igen, hogy igen. ő gyakorlatilag ugyanazokat gondolja, mint a Trump, csak nem annyira harsány, sokkal konszolidáltabb, tényleg nem egy megveszekedett őrültnek tűnik elsőre. Igen, és egyébként egy nagyon érdekes ellentmondás itt, hogy Orbánnak van ez a nagy Trump. Tehát, hogy ő tulajdonképpen letette a garas teljes ollim ment a Trump mm. mellett, de hogy érdekes, hogy itt, itt ezek a két konzervatív férfiú, bár mindenben egyetértenek Orbán Viktorral, ez az egy, aminél mindjárt fel fogják egy kicsit vonni a szemedőket, hogy hát nem is értem, hogy a, az Orbán miért nem a Ron de mert hogy ő igazából a magyar Ron de ez, ez azt hiszem el fog hangozni mindjárt a Rubinnak a szájából. When you actually get here to Hungary, you see it ain't true. It's not true at all. And the more time you spend here, you realize how blessedly normal this country is. Na, hát ha valami Magyarország, akkor nem egy áldott, normális ország. Tényleg ez az őrültek hazája, itt mindenki egy futóbolond, mi is olykor, és ez de ezt, ezt, tényleg hogy van pofája mondani Rodréhernek, hogy minél több időt töltesz itt el Magyarországon, annál inkább látszik, hogy ez egy áldott, békés, nyugodt, normális ország. Hát csak ezt az egyet nem mondta volna. Ennél nagyobb fasságot tényleg nem lehet mondani Magyarországról. Nem, tényleg jobb, jobban illik rá egy, ö, 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 hogy hívják a macskajajnak a rendezőjét, a... Tehát kusturicára van Kusturica. Jobban illik rá a kusturicasság, vagy egy kusturica film, vagy egy Persze, vagy egy, vagy vagy bármilyen... egy Milos, Milos film, form. vagy egy Mrozsek novella. Egy Mrozsek novella, egy őrültek, tényleg egy, egy abszurd ö, ö, novella, egy ilyen... Ö, fekete egy, humorú abszurd Fekete novella. humor, paranoid abszurd novella. Igen. Füzér. Egy ilyen áldott, izé, De ez éteri az áldott állapot a, a keresztény a ez normalitásnak, ez egy, ez, ez baromsa. Ennyi nagyobb hülyeség tényleg nincsen ebbe a beszélgetésben. Low crime, you know, they have dissent and, and, they, they struggle here, it's a normal country in that sense, but it's also a stable country. And one of the reasons uh, almost alone among European Ez igaz, ez egy stabil ország, stabil a mm -hmm. szempontjából, és a okay, a mm -hmm. capitals that budapest is so safe is because orban would not allow open migration i remember uh, going to paris in the summer of 2021 i was here in budapest on a fellowship i went to paris uh, on a book tour and everybody was afraid then because there was lots of Palestinian and, and Islamic uh, radicalism going on, anti Semitic attacks. At People it. in Paris were all talking about History. is this the start of a civil war? And I realized, oh my god, that the Orban was right. Igen, ezt ismerjük, mit akar mondani. De ez érdekes, hogy Párizsban eljutott a külvárosokba, Rodré Herr, és ott látta, hogy milyen őrült állapotok vannak, ami teljes mértékben így van, ez egészen biztosan így van. De ott a Belváros, azért Párizs az egy, az egy kulturált, európai főváros. Itt Magyarországon, meg pont a jó helyekre jutott a hát, Rodré. Ez csak véletlen, érdekes. ez te teljesen véletlen. De egyébként az is fe feltűnő, hogy hogy arról nem beszélünk, hogy azért. Igen, tényleg, amikor a Rodréher buktúr tartott Párizsban, biztos benne, hogy akkor még ez tényleg nagyon volt, hogy a, behajtottak a, a hogy mi az a furgonok a, a tömegbe, meg tényleg volt sok ilyen nyugat-európai terrortámadás. Érdekes mondani én, 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 már nem hallok erről. Én, én úgy tudom, hogy, hogy, hogy Nyugat-Európa egészen jól megszervezte az ezzel kapcsolatos védelmet, és én, én pont hogy úgy látom, hogy, hogy Nyugat-Európa fel tudott lépni sikeresen a terror ellen, talán a titkosszolgálatok révén, talán politika révén, Nyilván nem látjuk ennek a végét, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz 50 év múlva az etnikumokkal, ez még mindig kérdéses, de azért, na, nem megemlíteni azt, hogy azért mondjuk ma Párizsba elmenni már nem hiszem, hogy a Buktúron azért ugyanezt érezné. De hogy igen, szóval a korrektség az így semennyire nem látszik az ő beszédéből. A miénkből viszont annál inkább. Hát reméljük. Sorry, seriously, uh, can I give you some fucking fruit juice? Or I coke? love some fucking yeah. fruit juice. <laughs> I would be surprised. <laughs> uh, um. Sad story, bro. Crazy some, word, same news. Piratkozatok vél. Nedevrőm jöhöz.